Sziasztok! Charlie vagyok, és baszódjon meg az a kibaszott adás. Elkúrtam az elejét. Jó? Sziasztok, ez itt a Párásító Podcast, én pedig Charlie vagyok. Akik ma velem vannak, még mindig... Fícsor Zoltán, azaz Fifika. Én. Krisztián alias Mújó. A zörejmester. Egy Balogh Dávid alias Blacky. Megkérnék mindenkit, hogy kapcsolja be a kameráját, mert sokkal murisabb ez az egész. Ha közben látszódik az ember... Mert hogy már túl vagyunk egy költözésen, mert ez a rohadt Skype csak ilyenkor őrül meg, és Mújót láttam a képen, de közben Blackyvel beszéltem, úgyhogy teljes káosz volt ez az egész, úgyhogy átjöttünk Hangoutra, aztán itt folytatjuk. Kapcsoljátok már be a kamerát, olyan jó volt nézni Fifikának. Nem, nekem nagyon vékony a sáv szélessége. Ja jó, oké, akkor majd ezt le fogom írni a hallgatóknak, hogy mit láttam, megér egy misét. Én se kapcsolhatunk bele, kéne hajolni az asztal alá, összedugni az USB két végét. Ja, akkor én is kikapcsolom, nem érdemlitek meg, hogy nézzétek az arcom. Nem is vagyunk rá kíváncsiak mellesleg, tehát nem tudom, hogy miből gondoltad, hogy szeretnénk látni. Mondanám, hogy mi történt velünk az előző bejelentkezés óta, de mi történt veletek múlt hét óta, fiúkák? Mondjam el még egyszer? Kösz. Igen. Hát így már nem olyan érdekes, de arra jöttem hozzá, hogy a birka, mint a kutya, átugrotta a karám kerítését. Bocsánat, nem birka. Juh. Nagyon fontos. A városi gyerekeknek mondom, pásztor ember előtt, nehogy azt mondjátok rá, hogy birka, abba a pillanatba rátok ereszti az összes kutyáját. És nekünk egy berni pásztorunk van, aki úgy nevelkedett föl, hogy, vagy úgy nevelkedett, tehát úgy hoztuk el a tenyésztőtől, hogy ilyen birkákat ettek a kölyök kutyák, tehát hússal éltek. És így a kutya egyrás tartott, a 45 kilós kutya az 55 kilós juhra. Juhra, igen. És úgyhogy volt egy kis kavarodás. A fekete barna kutya és a fehér birka, juh. harca, de azért sikerült őket szétválasztani. A nejem berakta a juhot a helyére, úgyhogy, de nem tudom, tehát remélem éjszaka nem lesz ilyen incidens, mert akkor azt hiszem megint kemény éjszakánk lesz. Valamit ki kell találni. Van még valamennyi szöges drótom, de azt meg nem merem felrakni a karámkerítés tetejére, mert... Nem használtad el határon? Nem. Tehát ez még a hagyományos. Az már, tudod, ez az új rendszerű, amit ilyen lemezből vágnak. Yeah. Ami a határon van. Nekem még ez a, tudod, meg van sodorva, és igen, akkor igen, közé igen. Van hajtogatva egy-két ilyen dolog, úgyhogy lehet, hogy be kell vezetni a villanypásztort mint eszközt, vagy elrettentő eszközt, mert ez így nem maradhat tovább. Ennyi. Vigyázz, Fifika, mert azt olvastam, hogy a villanypásztor legalább olyan káros az egészségben, mint a Ha nem károsabb. A villanypásztor súlyosan károsítja ön és birkája egészségét. Ön és juhai egészségét. Bocsánat, juhai. Nem tudom, Dánti, ezt nyilatkozott-e már az ügyben? Hány ember halt meg villanypásztortól? Úgy hallottam, hogy Ildikónk azt mondta, hogy a lipidek könnyebben lerakódnak, hogyha megcsap téged a villanypásztor, úgyhogy tényleg óvatosan. Hát gyakorlatilag az egy kis villám. Érted, az meg nem olyan egészséges. A villám csak a végbélbe való.
Képzeld, hogyha azon is tudnánk párologtatni, nem? Likvidet folyatunk a villanypásztorra, és utána hozzáérünk. Igen, igen, mert ez úgy van, hogyha földugod a végbél kúpot, szikrát hány a szemed. Mással valami értelmesebb dolog történt? Velem nem. Veled semmi, annak is örülünk, hogy itt vagy, mert leadás van. Krisztián, határidőn van. Nem igen. Itt van, hanem határidőn. Igen, igen. Idegállapotban van, idegállapotban. Na és te, Bleki? Hát kérlek szépen, hó van, köd van, mondjuk itt hón is, de éjszakabbra van. Itt semmi nem történik, ami azt illeti. Hát tök unalmasak vagytok. De teljesen. Mégis csak történt teljesen. Valami. Tessék. Krisztián előgondolkodta magát, mondja. Vasárnap voltunk Ennio Morricone turnékoncerten. Azt hittem Ennio Morricone, fejad, puszi. És nem az újságból tudtad, hogy már volt? Nem, kivételesen, abszolút mindenféle riasztást beállítottam magamnak. Hány aznap, forintos helyen voltatok? 15 ezer forintos helyen voltunk, kérlek szépen. És ez a legolcsóbb volt talán? Ha jól emlékszem, igen, de úgy jártunk, hogy pont azokban a sorokban voltunk, amit hátrébb kellett, hogy toljanak, így már belelógtunk a 19 ezeres területre, de ugyanannyi. Úristen! Még itt komoly minőségbeli ugrás is volt 0 forintért. De hát és milyen volt, Krisztián? Mert valószínű, hogy utoljára lehetett Morricone koncertet látni. Hát kb. Elég rozzan már az öreg, úgyhogy egy kicsit ilyen lassan, megfontoltan lépeget, nem száguldozik a színpadon, meg ülve vezényelte a koncertet, és az se valami óriási vehemenciával, úgyhogy én is úgy gondolom, hogy több ilyen turné nagyon nem valószínű, hogy lesz. De hát zseniális volt. A filmek nagy részéről én azt se tudtam, hogy eszik vagy isszák, mert nem láttam őket, meg rengeteg olasz című volt. De hát maga a zene az egészen elképesztően jó volt. És úgy volt, hogy két kórust is szerződtettek, most nem biztos, hogy emlékezni fogok mindegyikre, de sőt, úgy nézem egyikre se, de mind a két kórus, férfi meg egy női kórus volt, ha jól láttam, tehát így úgy volt a csoportosítás, azok magyarok voltak, a zenekar pedig cseh szimfonikusok voltak, nagyon klassz volt. Ez érdekes egyébként, amit mondasz, abból a szempontból, hogy az jutott eszembe, hogy nekem én egy nagy, és ezt így kiemel, nagy Carmina Burana rajongó vagyok, és a legjobb Carmina Burana fölvételt pont egy cseh fölvétel volt, a cseh szimfonikusokkal vették fel a Carmina Buránát, és az egyik legjobb fölvétel, ami létezik. Azt én is hallottam, az tényleg jó. Nagyon. Hogy? Azt se tudom, miről beszélsz, jó. Ennyi történt veletek? Krisztián, ezt igen. Hallottad egyébként? Amit? Hogy a Charlie hogy megunkozta saját magát? Nem tudja, hogy mi a Carmina Burana. De tudom, hogy mi az, csak mikor mondtad, hogy hát a cseh szimfonikusok, meg és az milyen jó volt, és annál jobb nincs, na hát én ilyen magasságokban nem tudok emelkedni, ehhez már nagyon elő kéne gondolkodnom. Nem reagáltam rá, Charlie, mert hát az ízlés a szerzett tulajdonság, és hát... Persze, igen, ez... Erre tudnám mondani a rozsomárkod, de nem szúrok vissza. Az én pontosságom, a fő erényem, meg az, hogy ha megbeszélem azt, hogy Széchenyi fürdő hátulja, akkor én oda találok, sőt Andor is. És a Messzeföldön híres vezetői készségeidről ne is beszéljünk. Arról meg pláne. Jaj. Na, én meg elmentem, engem senki nem kérdez, de én mondom magamtól, én meg elmentem hosszú hétvégézni Lengyelországba, de hova is? Zakopánéba, igen. Ezt akartam mondani, basszus. Előtte csapattunk egy kis donovalit, egy kis csúszkálás, egy kis móka kacagás, csak a GPS őrített meg folyamatosan, túl gyorsan mész. Tehát tényleg Zakopánéig úgy kell menni, hogy
az egyik falunak vége, 100 méter, jön a másik falu, és ez így folyamatosan egymás után. Azt hittem megőrülök, mire odaérek, de hát megérte a fáradtságot, mert tényleg gyönyörű volt. Pont a sétáló utcában volt a szállásunk is, úgyhogy kajáltunk jókat, például juh sajtot, abból sokat vettem. Én most se hívják birka sajtnak, valami itt lehet itt. Igen, igen. A központi hatalmak. Szeretik ezeket a... Utálom a juh sajt szót, mert az a néma magánhangzó az ott van. Meg, hogy mással hangzó. Igen. Így utálom például Csehországot is. Megyek Csebe. Csehbe. Csehekhez. Igen, a Csehszlovákia milyen jó volt. Csehszlovákia. Megyek Cseszkóba. Na úgyhogy ez volt, fölmentünk hegyre, hogy mondják ezt, ló, meg tudod, az a szán, ami húz a havon, olyan nagy csapattunk. Az oroszoknál az a trojka. Jó, hát itt nem tudom, mi volt a neve, de kurva jó volt. Aztán mi volt még? Visszafele szintén Donovaliban megint megálltunk, hogy nézzük meg a másik oldalon is a felvonót, fölmentünk, és nem akartam elhinni, hogy lent mínusz 5, fönt mínusz 15, és elfelejtettem megnézni, hogy kiírták lent azt is, hogy 8 méter per szekundummal fúj fönn a szél, úgyhogy megtanultam értékelni ezután az összes ilyen filmet, amiben emberek fagynak halálra a hegyekben. Nem is tudom, mit néztem meg mostanában, volt ilyen talán Monteverest, tököm tudja, mi volt. De az volt. Az volt, és ott ugye mondták ezeket a mínusz 40-45 fokokat, hát itt a mínusz 15 meg a szél, az is olyan fizikai fájdalmat okozott, pedig be voltam öltözve, de ahogy levettem a kesztyűt, hogy fényképezzek, abban a pillanatban, de egy ilyen 10 másodpercre volt kalibrálva a kezem, mert utána már a csontig hatoló fájdalom jelentkezett. De hát kurva jó volt, nagyon. YouTube-on láttam most egy ilyen videót, Kanada. Csaj kiment reggel a bögre vízzel a kezébe, és így kiöntötte, és tudod, így szétszállt a víz, és így lehullott, mint a jégkristályok lettek. Nézzél, olyan képet láttam én is, mostanában kiment egy ilyen másfél literes forróvizes flakonnal, mint amivel az ásványvízen is így, mint a csajok, tudod, mikor hátradobják a hajukat, na ő ezt megcsinált a flakonnal, és a sugár irányban, ahogy ment kifele a víz, abban a pillanatban egy ilyen 2-3 méter hosszan megfagyott, és poralakban hullott le a jég. Fú. Nagyon durva. Úgyhogy kurva jó volt ez a kis hosszú hétvége, így jéggel, hóval, hóeséssel, baromi jó volt végre úgy menni, hogy hó van, de nem az a dzsuvás, latyakos hó, mint ami itt nálunk az utcákon, úgyhogy feldobta a hangulatomat. Na hát ennyi volt körülbelül nekem a múlt hetem. Blacky? Mondta, dzsuva, köd, szarít. A vonalom van, dögivel. Semmi nem volt. Hát itt egy tisztességes telet nem tudnak összehozni. De azért örüljél, mert nem fogsz, tehát hogy mondjam, örülj, mert nem sokára nem fogsz annyira unatkozni. Most úgy akart, hát, hogy valamire rájöjjünk, de még én sem tudom, mire akart kilukadni. Tudod, mint az üvegtigrisbe. Te most ki akarsz lukadni valamire, de én ezt nem hagyom. Jó. De mi az? Idén, mi volt az? Az idén nagy valószínűséggel lesz Bloss London. Ja, azt hittem, azt mondta, hogy az idén valószínűséggel nem lesz karácsony, és ezzel ráfűzöl, hogy ki halt meg. Nem. Ja, azt, igen. Most a David Bowie-ra gondoltál. Nem a David. Nem. Hát a David Bowie-ra is. Is, igen. Meg ki játszott a Die Hard-ban. Alan Rickman. Igen, ő az a... Hát meg a... Mi ez a, amit sosem nézek és büszke vagyok rá? Ezek a nem, azt nézem, mint Gergő, már mostanában nem annyira. Mik ezek a Trainspot... Nem. Harry Potter. Harry Potterben volt valami... Trainspottingra akart. De az egész más a sztori. Nem, a Harry Potterben szerepelt, és Alan Rickman? Igen. Igen, ő volt az, aki szintén a
a rák vitte el. Úgyhogy, hát, szomorú. De... Úgy is van, hányjál bel az adásba, legyen utómunka. Na. Ennyi bajod van, Charlie. Hát, nem tudom, állandóan zsörtölődik, ért. Ja, ja, ja. Elment síelni, tehát figyelj, nem tudom, láttátok egy, a Charlie elment síelni, és hogy kitette a lábát Magyarországról, alakult egy Facebook csoport. Ne idegesíts, mi volt az a Facebook csoport? Nem tudom, mert én nem is tudtam, hogy benne vagyok, szerintem Black is önként jelentkezett bele. Nem. Ja, az úgy volt, hogy mikor kiléptem a határnál, még előtte gyorsan behívtalak titeket oda. Nem, mi ez a csoport? Ne, már nincs. Ja, értem. Mire visszajöttél meg szintén? Na, figyelj, nem. Akkor ezt elmondom, ez azért van, mert tudtam, hogy tátongó űrt hagyok magam után. Mondom, addig foglaljátok el magatokat, csinálok nektek egy csoportot. Hazajöttem, ahogy visszaléptem roomingból, abba a pillanatban töröltem a csoportot, most már nincs, nem tudom, tényleg nem tudom, mi volt ez. Na, jobb is, tehát... Igen, addig örülj. Addig örülj, amíg nem kell szomorú szemű tesztelőket nézegetnem. Ja, az egyik szemem sír, a másik emó? Igen. Mit akarok ezzel kapcsolatban mondani? Azért szolgálati közlemény rovatunkat hallják, hogy vagy észrevettétek, vagy nem, aki a párásító csoportban van, az tulajdonképp azért... Azt akarod, hogy azért raktam meg, de ez elég hülyén, azért raktam meg Blackit. Azért lett Blacky is admin, hogy őt is lehessen köpködni, mert annyi hülyesség jött a csoportba, hogy úgy döntöttünk, hogy ilyen előzetes moderáció alapon fog működni. Előgondolkodtunk. Hát így fog működni, igen, előgondolkodással a csoport. Tehát a most is kitöröltem egy ilyen kommentet, hogy mi van, hogyha a klón GT-m, ez nem az a csoport. Tehát nem arról kell beszélni, hogy arra van egy csomó ilyen megfejtő csoport, biztos sokkal okosabbak segítenek ott. Itt az adással, azzal kapcsolatban adásötletek és a többi, ezeket várjuk ide. Meg ami egy kicsit kapcsolódik tényleg a podcasthez, vagy valami ötlet témához, másra ott van más csoport, tehát azt ne is anyázzatok, hogy nem jelent meg az 55. ugyanolyan kérdés, amit föltesz az ember 44 hazai csoportban. Tovább kell gondolni ezt az egész Facebookot, mert tényleg, de mondjátok a véleményeteket, mert tényleg olyan idióta módon kereshetetlen, archiválatlan, ilyen komment cunami, amiben nem tudsz tényleg se keresni, sem megtalálni semmi infót, ami elhangzott. Ilyenkor egy kicsit visszasírom azért a fórumokat, ahol szintén nem lehet megtalálni. De figyelj, de. Az az igazság, hogy én úgy vagyok vele, mint a Google-ival. Jól kell keresni, tudni kell a válaszhoz a kérdést, hogy mit szeretné föltenni. És akkor megtalálod, hogyha egy jó karbantartott fórum van előtted. Blacky, te emlékszel rá, hogy a fórumon hányszor lett újra szervezve mondjuk csak a kezdőkészülékek, meg a videók, meg nem tudom én, ezek a dolgok? Hát a fórum alapszerkezete kb. Háromszor lett újra csinálva, újra szerkesztve, újra kategorizálva, újra csoportosítva, mit tudom én, és azon belül igen, voltak további variák is. Számtalan alkalommal, nem tudom, nem bírom követni. De igen, ott is ez meg. A Facebook olyan szintű működésre, mint amilyen szintűre egy fórum alkalmas volt, az teljesen alkalmatlan, de ez meg szerintem a főhasználók nem is tudom milyen, hanyagsága, meg nem törődöksége. Egyébként, bocsáss meg, hogy közbeszólok, régen, nagyon-nagyon régen, amikor még te még szerintem nem is Facebookoztál, akkor régen a csoportok egyébként úgy működtek, hogy lehetett azt mondani, hogy működjön fórumként, és akkor hát nem az a két-három rétegű fórum, mint mondjuk az ECIGI fórum, hanem volt 4-5 topik, és abba lehetett írogatni. Aztán valamiért ezt a Facebook ezt kivezette. Nem tudom, hogy miért, pedig az a része az jó volt. Tehát voltak állandó szálak, amin,
amin lehetett beszélgetni, de hát ez az én fájdalmam, hogy nem lehet elszakadni ettől a kékszínű óriástól, mert mindenbe van drótozva, mindent megvesznek, minden rájuk linkel, vagy ott. Hát belegondoltok, hogy 8-10 éve hogy működött az, hogy minden, nekem olyan címlistáim vannak, hogy beszarnátok, hogy volt külön egy kollégáktól, az ment az összes nem kollégának. Volt egy kollégáktól csak csajoknak, abban voltak a nem érzékeny tartalmak, volt a kollégáktól nem csajoknak, ott voltak a csöcsös-pöcsös képek, és a nagy levélküldőktől ugyanígy, meg volt az összes többi irányba. Tehát, hogyha kaptam én mondjuk a Mújótól, akkor nekem volt egy olyan listám, hogy mindenkinek küldött kivéve Mújó és az ő ismerőseinek. De hát aztán ez, ahogy bejött a Facebook, ez így elkopott, és csak azt veszi észre az ember, hogy már ott nem is nagyon jön semmi tartalom, mert mindenki ott fogyaszt ilyen hülyeséget. Hát a promóciók. Én most fésültem át a Google mailemet, hogy mennyi szar hírlevélre föl vagyok iratkozó, de minek érted? Úgyhogy mindent törlök ki a picsába. Hát ez valami bődület, hogy mennyi szírszar jön naponta. Is. Na, neki vágjunk, fiúk. Persze. Megújjunk neki. Jó van. Na, be is rendeztem már közben sorban. Én ezt éppen mikor szerdán találtam a lighthousenewsdaily.com weboldalon, ők pedig kijelentik, ugye, hogy az e-cigi nem segít a leszokásban, és már pedig azért nem segít, mert hogy van egy, én nem tudom ezt, hogy merik tanulmánynak vagy kutatásnak nevezni, hiszen másról sem szól, mint 38 egyéb tanulmány össze van ollózva. Tehát tudjátok, ahogy nálunk csinálják az előgondolkodók, hogy abból kivesszük azokat a részeket, amik nekünk kellenek. És például olyan fasságokat ez megint explicit lesz. Tehát olyan hülyeségeket megemlítenek, hogy azok az emberek, akik úgy döntenek, hogy, és itt is ilyen hülyeséget leírnak, hogy smoke e-cigarettes, ezt Angliában is így mondják? Sajnos nagyon sokakban így rögzült a dolog. Tehát ők cserit smoke-olnak éppen, és oilt vesznek, nem likvidet. És hiába mondod, hogy te nem smoke-olsz, hanem vépelsz, és te nem oil szívsz, hanem likvidet. Föl van háborod, vagy kijavítod. Érted? Olajat? Ezt még nem is hallottam, de zsír. Hát azt most már tudjuk, hogy miből jön a lipid a tüdőbe. Az olajból. Na, szóval... Ez az, hogy szerintem 80%-ban az ilyen félreértések miatt mondják azt, hogy neki felvízesedett a tüdője, mert vízgőz cívott. Érted? Tehát, na mindegy, az emberi ostobaság. Na szóval azt mondják ebben a tanulmányban, hogy tanulmányban már én is rosszul mondom, tehát ebben az összeollózott szarban, hogy azok a személyek, akik úgy döntenek, hogy az e-cigaretta füstjével, ugye most szó szerint mondom a marhákat, próbálják egészségesebbé tenni az életüket, csökkentik az esélyüket a dohányzásról való leszokásban, és itt számosítják is majdnem 30%-kal. Tehát értsük meg, szerintük, ha valaki e-cigarettázik, ők szofisztikálják, hogy nem szokik le teljesen, hanem mellette dohányzik is, akkor 28%-kal kisebb az esélye arra, hogy leszokjon. De miről? Hát a cigarettáról ő hülye, ő nem szokik le. Aztán mi van még itt? Természetesen leírják, hogy ja, és ilyeneket írnak le, hogy az emberek, hogy is van? Azt mondja, hogy olyan helyeken használják, ahol tiltott a nikotin. Hát, de mi az, hogy tiltott a nikotin? Olyan nincs, hogy... Tehát, ahol nem lehet dohányozni. Hát szerint. Igen, csak ezek mind olyan félrefordítások, hát ők angol szászok, tehát ők félreértelmezések, mint az e-cigaretta füstje,
az e-cigaretta füstje azt mondja, hogy the people who manufacture, ja ez nem az a sor, places where the nicotine is prohibited. Hát láttál te már olyat, hogy ki van írva az üzletbe, hogy nikotinozni tilos? Még nem, de még lehet. Még elő, igen. Az. És hivatkoznak ugye az Egyesült Államokra, ahol már több mint 430 városban megtiltják a dohányzást is, és azt mondják, hogy és a nikotinos e-cigarettát is. Szerintük egyébként, és akkor itt megemlítik a... Ildikót? Majdnem az Ildikót. Bocsánat. Lebezzeg a tengeren túl, Ildikó! Igen. Igen, az angolok Ildikója. Megemlítik Hayeket is, Péter Hayeket, illetve a University College London-t, méghozzá professzor N. McNeil-t. McNeil mondja azt, hogy az eredmények ugyan nem tudományosak, és nem kell figyelembe venni ezeket, de aztán mégis le van írva. A tanulmány pedig azt állapítja meg, hogy az e-cigaretta nem segít az embereknek leszokni a dohányzásról. Ezt tették közzé ugye a Lancet folyóiratban, ami egy tüdőgyógyászati magazin. És ott írtak le ilyeneket, mint amit már ugye szofisztikáltam, hogy e-cigaretta füstje, meg nikotinozás, hát így is mondhatom, ha e-cigarettázás, akkor ők nikotinoznak, nem megengedett. És ezt egy tudományos tüdőgyógyászati folyóirat. Köszönjük szépen, Angol Ildikó. Én akkor mindig eszembe jut, hogy a ugyanazt, amit az e-cigaretta okoz, az ugyanúgy. Effektes a fifika. Szerintem... De valahol visszahallom a hangom, na mindegy. Ugyanúgy meg lehet tenni mondjuk a cukorkával vagy a rágógumival. Hát, hol vannak olyan kutatások, hogy valaki abba hagyta a cukorkaszedést, vagy a rágógumi fogyasztást, és hogy nem szokott rá. Vagy hogy gyerekek használnak rágót, nikotinos rágót, vagy cukorkát. Nekem erről a cukorkáról mostanában egyfolytában, Fifika, szerinted nálunk, vagy nálad visszhangzunk? Mert én is hallom magamat. Nálam nem visszhangozhat, mert füles van, agybadugós fülesem van. Uh-huh. Szóval mindig ez a rohadt nikvitin cukorka bizbasz jut az eszembe mostanában. Az meg nem jó. Hát nem, és valóban, ahogy Fika mondja, soha nem nézik, hogy arról leszokik-e valaki, és ezek a kretének, akik ugye most átmentek abba, hogy nem dohányzás már nem elég, abstinensnek kell lenni, és valóban az általuk annyira áhított 100%-os abstinencia, az se a rágókkal, se a tapaszokkal, se a cukrokkal nincs meg. Hát, vagy legalábbis nem bizonyított, mert mondjuk, ha valaki 3 havonta próbálkozik a tapasszal, akkor az most mi? Visszaszokó, vagy nem tudom én, krónikus tapasz használó, vagy... Annyira bejön ez a tapasz. Ez a jó dohányos. Annyira bejön ez a tapasz, néha fölragasztom magamra. Annak tud, így megveregetik a vállát, már megint itt van, jó van. Tehát, ja, és a másik ugye, hogy kiveszik az ízesítést az e-cigarettából, és a nikotinos cukorkából, és a nikotinos rágógumiból. Miért nem veszik ki akkor az ízesítést? Hát az baráti szocialista nikotin. Ja, hát az abban lévő mentolos ízesítés az oké. Okay. Persze, hogy oké. Ja, bocsánat. Neked semmi és nem jó. Ahelyett, azt szeretném már látni, amikor kiveszik az ízesítést a chipsből. Érted? Meg nem engedik, hogy a sörnek sör íze legyen. Meg a pálinkának pálinka íze. Tehát hihetetlen, hova fogunk fejlődni komolyan? Tehát, vissza. Nem vissza, mert régen, érted, 100 évvel ezelőtt ezeknek adtak volna egy akkora büdös nagy maflást a kerítés létsze, hogy nem tudta volna, hogy kell hazatalálni. De
de most, hát egyszerűen, tehát a józanésznek meg mindennek ellentmond, amit csinálnak. Igen, és most előléptezik őket érte. Ne, szerintem ez tök jó dolog egyébként. A stratégiai igazgatójából a Motesznek az élén. Hoppá! Igen. Na, ezt beszéljük át még egyszer, mert Ildikunk. Mert oké, csak hogy ezzel a fél mondattal azért ezt beszéljük át, hogy mi is történt. Tehát gyakorlatilag Ildikó letrollkodott egy olyan reklámkampányt, amit végig hazudott, és ezt egyébként több anyagban bizonyítottuk, hogy abszolút nincsen tisztában semmivel, tehát még az e-cigaretta összetételével sem, nem hogy a tudományos kutatások hátterével, mert ugye azt a Krisztián gyönyörűen kielemezte, hogy az a kutatás, amit beidéztek a saját anyagukba, azt is szarul tették meg, és azért Blackit, ne úgy maradjon fönn az utókor számára, hogy azt én ganajoztam ki ezeket az információkat, mert ez bizony Blacki lelkén szárad. Ez akkor a Blacki lelkén szárad. De bűntársak vagyunk, ez a lényeg. De hogy ez valami, tehát ha nem is tudom, mondjuk vezetésből kellett volna neki ezt produkálni, akkor az első betonfalnak rohant volna neki az 500-as Fiatjával. Kész vagyok, fiúk. Egyszerű személyiség. Várj, menjünk végig. És ő volt a Korányinak a stratégiai igazgatója, és hova lépett elő Blacki? Motesznek az elnöke a legutóbbi nyilatkozatát azt már úgy tette, hogy az volt a neve aláírva, hogy most már a Motesz is kimondta, hogy az e-cigaretta károsabb. Annak, aki nem tudja, hogy mi a Motesz, azért mondjuk. Magyar Orvostársaságok és Egyesületek, igen. Szövetsége. És kérlek, látogassátok meg közben az oldalt. Motesz.hu, nem bonyolult. Nem gond, mert minél följebb kapaszkodik, annál nagyobbat fog esni a végén, tehát... Krisztián, igen? Az, aki ilyen csodálatos az egészség 10, azt nem egybe kell írni, hogy 10 parancsolat? De. Most, jó, ők leírták a weboldalon, jobb felső sarok, az egészség 10 parancsolata, kattintsatok rá, hát gyönyörű. És ezt ki tudjátok nyomtatni PDF-be? Január. Na ennyit ér, amennyit valaki belebefögött. Január, egyéni egészség, harmonikus személy, boldog család, virágzó közösség. Jézus bánatos. Február, mozogjon rendszeresen, sportoljon, és csináljon kedvet hozzá másoknak is. És ez így megy, basszátok meg végig. De ezek az idióták számolni se tudnak, mert ez 12 hónap, tehát 12 parancsolat. Véglapozok hát, hogy november-decemberen nincsen, de itt van. Alakítson ki bizalmi kapcsolatot orvosával, időben forduljon hozzá kérdésével, és a panasza van szakszerű ellátásért. Hát kedves Ildikó, nem kellett volna a magyar orvostársadalom renoméját lerontani ilyen nagyon, és akkor még talán fordulni. Egyébként ez a mondat se kerek. Lehet, hogy Google fordítóval csinálták. Decemberi 10 parancsolat, sok van, ami csak rajtunk múlik. Hülye, az október is zseniális. Tervszerűen törekedjen egészséges élet. Azt tesszük, Ildikó. Mi is? Azt tennénk, de lundít a disznó. Tegye azt, Krisztián, tedd ezt fokozatos, kitartó kis lépésekkel, és ne szélsőséges fellángolásokkal. Tudnék olyan embert mondani, aki szélsőségesen fellángol folyamatosan? Én nekik a júniust üzenem. Várja. Rendszeresen tegye próbára az agyát, és biztos erre a közben. Várjatok, ez mi? Jobban jártunk volna. De itt van augusztus egyébként, augusztus vonatkozik a dohányzásra, és 2016-os naptár, és nem vették föl belé az ördögtől való baranybőrbe bújt farkas elektromos cigarettát. Úgyhogy nem ajánlják senkinek, hogy ne elektromos cigarettázzon. Meg a túlzó alkoholfogyasztás is. Ez kurva jó, az a naptár. Az a jó az Ildikóban, hogy sok ilyen, több ilyen ember kellene, mert nincs is annál szórakoztatóbb, amikor a lelkiismeretlenség mélységes ostobasággal párosul. Ez a legcsubálatosabb ember. Nem, ő úgy gondolja, hogy rá május vonatkozik.
hogy lapozgatok. Törekedjen harmonikus kapcsolatokra embertársaival, és ne keresse feleslegesen a konfliktusokat. Hát ő ezt kimeríti, mert ez, ő... ez egy egészségügyi naptárban mi a bánatos tökömnek van ott? Azért, mert... Hát ez a lelki egészség. Igen. Pozitív tapasztalatait és élményeit ossza meg másokkal. Fú, aranybányára leltem. Ezt kifogom, sőt, ezt nyomdába vitettem, hogy akkor... Ezt akkorába fogom kinyomtatni, hogy... Szerintetek egyébként... Szerintetek a... Lókat kéne gyártani. Figyeljetek már, ezért a logóért hány százezret fizettek, ezért a szívalakú kígyóért. Várja, kicsit távolabbról nézzétek, hunyorítsatok. Olyan, mint Ildikó, ahogy körülfonja a szívünket. Ó! Én szívemet aztán... Jézusom! És ez, várjatok, balfőső sarok. Ez mehet social share-be is. Na hát dobom ki azonnal a Facebookra. Állásfoglalás az e-cigarettával kapcsolatban. Itt is van minden. Félt az azonnal. Férgek. Szóval azt szerettem volna elmondani még, hogy Ildikó alapvetően egy eléggé, nem egy egysíkú, egyszerű személyiség, mert legalább kétféle üzemmódja van, ugyanis amikor nem folyékonyan hazudik, akkor az a fejemben még egyben volt, de most már beleszavarodtam a saját hazudba. Tehát igazából kétféle üzemmódja van, vagy hazudik, vagy pedig elképesztő összefüggéstelen ostobaságokat beszél. Tehát én még más nem láttam tőle, talán bemutatkozni tud, de nem mindegy. De legalább magasra vitte, én nem irigylem tőle, mert hát ő a korpa. Ez kurva jó az a naptár. Mint hogy 1980 akárhányat írnánk. Ez a... És már osztja is. Hát ez muszáj. Az annyira jó. Mozogjon rendszeresen, sportoljon, és csináljon kedvet hozzá másoknak is. Mújó, megyünk futni egy kört a ligedbe? Nem, mert eltévedek, nem lehet. Eltiltott az orvosom tőle. Ő tudta, hogy van ilyen naptár? Nem, szerintem nem. Szerintem nyomtas neki egy példányt, és vidd ki hozzá. Hé, ezt a Motesz ajánlotta. Igen. Fiúk, március, rólunk szól március. Na. Tekintse a maga és mások egészségét becses értéknek, és élete során törekedjen a védelmére. Pipa. Szerezzen megfelelő egészségügyi ismereteket, és biztasson mindenkit az egészségtudatos életmódra. Pipa. Cseszed, azt csinálnak, de május 20-tól illegál lesz. Az hülyeség, én leszarom. Hatósági vizsgálatok során igazolták, hogy több különböző rákkeltő hatású anyag, fagyálóként ismert anyag is. Ennek mindig itt tartanak? Egyes elektronikus cigaretták folyadékjában. Egyes? Istenem. Az a jénem néma kéne, hogy legyen. De. Úgyhogy hasonul, bocsánat, hasonul. Hasonul. Aj, elmebeteg faszok, ha már a sárga. De náluk is szorulni fog a hurok. És ha már szorul a hurok, akkor nagyon érdekes hírek jöttek a héten. Hát ugye van néhány közismert arca az elektromos cigaretta elleni kampánynak, akiket jól ismerünk, például Martin McKeith Angliából, vagy a Charlie az előbb általad említett férc tanulmánynak csúfolt férc munkaszerzőjét, Stanton Glantz-et az Egyesült Államokból, és most egy kicsit odapirítottak nekik, kiderült egy-két turpisság velük kapcsolatba, ami nem gyengén rengeti meg a hitelességük alapját. Hát az első kretén ugye Martin McKeith, aki a londoni higiénia és trópusi medicina iskolájának professzora, és azt lehet róla tudni többek között, hogy amikor kijött a brit 95%-os tanulmány, akkor ő ezt rettentő élesen támadta. Majd hogy nem, kisvártatva ugye megjelent a Lancet lapjain egy névtelen íromány, ami
kipécézett magának a brit tanulmányban felhasznált, brit tanulmány által feldolgozott kutatási eredmények közül kettőt, és kettőből kettő darab tudós embert, és ezeket kezdte el támadni olyan alapon, hogy kb. Nagyjából, mint az űrgolyhókba, hogy egyszer ismert valakit, aki egy iskolába járt valakivel, akinek az egyetemi szobatársának a valamilyen, tehát ilyen szinten. Konkrétan egyébként arról szóltak a dolgok, hogy valamikor egyszer régebben végezte kutatást, olyan témájú kutatást, amit speciál valami dohánygyár támogatott akkor. És ugye hát 185 forrásmunkát dolgozott föl a brit tanulmány, de ennek a névtelen úriembernek, aki a Lancetre írta a kis hülyeségét, ez bőven elegendő volt, hogy kettő darab ilyen teljesen össze-vissza módon kipécézett név alapján megkérdőjelezze az egész tanulmánynak a hitelességét. És ugye van ennek magyar vonzata is, mert a mi kedves dohányzás fókuszpontunk egyetlen magyar egészségügyi háttérintézmény sem foglalkozott érdemben a brit 95%-os tanulmányban kimondott megállapításokkal. Bezzeg az a féloldalas szar a Lanceten azonnal lehozott egy cikket a dohányzás fókuszpont róla. Tévhit, hogy tévhit, vagy valami ilyesmi címmel az egészet, és ott dagonyáztak a kéjtől, hogy ha-ha-ha, látjátok, a Lanceten averunk miket talált, ha-ha-ha-ha. Ezt bezzeg lehozták. Na, most az van, hogy egyes hanyatló nyugati országokban, ahol még vannak nyomai a demokrácia nevezetű képződménynek, mint például Angliában, működik a közérdekű adatigénylés ellentétben, mint nálunk, mint látjuk, abszolút elzárkoznak minden nemű adatszolgáltatás elől, náluk működik. Úgyhogy ezek nem voltak restek, ezek a srácok, és kikérték a levelezését az angol tiszti főorvosnak, Sally Davisnek, akit szintén arról ismerünk, hogy abszolút hangos ellenzője az elektromos cigarettának. Na, megkapták a kis brit érdeklődők a hivatalos levelezését a brit tiszti főorvosnak, és elkezdték nézegetni. Hogy nem, nagyon-nagyon-nagyon sokat levelezett Martin McKee-vel. És kiderült a levelezésekből, hogy bizony Martin McKee volt az, aki a nevét vállalni nem merve összeszedte ezt a szutykot a Lancetre. És ezen kívül még olyan dolgok derülnek ki belőle, hogy Martin McKee azt állította, hogy a 95%-kal kevésbé egészségkárosított elektromos cigaretta megállapítást, azt a British American Tobacco, vagy ahogy Fifika mondaná, a BIT. Igen. Mekkora köcsög vagy? Mondta. Na most megkérdezték az idézett tanulmánynak a szerzője egyébként David Nutt, azt mondta, hogy semmi köze nem volt ez a batnak, de megkérdezték a batot is, és a bat is azt mondta, hogy itt az ég egyadta világon semmi közünk nem volt ez a dologhoz. Úgyhogy a kedves Martin McKee kitalálta ezt az egészet, hogy ezzel is megpróbálja besározni a 95%-os brit jelentést. Azt mondja, hogy van itt még néhány érdekesség. A Sally Davishez, Sally Davistől származik ugyebár az a megjegyzés, hogy a dohányosok ne elektromos cigarettázzanak, inkább növesszenek gerincet maguknak, és szokjanak le rendesen, ahogy azt illik. És több száz e-mailt váltott kis elektromos cigaretta ellenes csoportokkal és aktivistákkal. És hogy is van? Ja igen. Aktívan levelezett ezekkel az elektromos cigaretta ellen szerveződő aktivista sejtekkel, és ezt ágában nem volt támogatni a saját kormányának, a saját egészségügyi intézményének a támogatását. Azt mondja, hogy olyanokra is fény derül a levelekből, hogy akikkel levelezik, azoknak a nagyon-nagyon sok képviselője a gyógyszeripar által finanszírozott emberke. Úgyhogy fölteszi azt a kérdést a cikk, hogy vajon miért van az, hogy ezeknek a gyógyszeripari bérenceknek kvázi közvetlen bejárása van a brit tiszti főorvoshoz. És itt megint van egy magyar párhuzamunk, ugye, mert ugye az mi ANTS-ünk is szorosan összekarolkozva a Korányival, Ildikónkkal és Demienféle. De milyenféle dohányos fókusponttal,
nem véletlen, hogy ezek nem hajlandóak kiadni egy betűt sem az intézményi anyagokból, annak ellenére, hogy azt tisztességes módon megkértük. Úgyhogy majd meglátjuk, hogy a hatósági vizsgálat mit hoz ezekben, mert ezek után nem lepődnék meg, hogyha hasonló dolgokra bukkannánk. Alapvetően ezért kértük ki ezeket az anyagokat. De hát így. Ja, és hogy Glencről is szót ejtsünk. Ugye a másik LCG ellenes arc, Stanton Glenc, aki kapott a napokban egy baromi nagy sallert, mert kihozta most ezt a rettenetesen pongyol a szart, amit Charlie is idézett az előbb, és azonnal ízekre szedték, olyan komment, tudománytalan, gusztustalanul félrevezető, azt mondja, hogy is, nem jut eszembe jó szó, Hatchet Jobra, segíts már, kérlek szépen, Blacky. Még egyszer, amire? Hatchet Job, mint balta. Hatchet Job, pércmunka. Ja, félsz munka, köszönöm szépen. Tudománytalan félsz munka. És ilyen kritikákat kapott a tudományos körökből. Ugye ez volt az, ami azt mondta, hogy a dohányzás, vagy az elektromos cigarettázás csökkenti a dohányzás abbahagyásának az esélyeit, ami kompletten ellenében megy az összes normális minőségi ezügyben folytatott tudományos felmérésre. Na, de nem e kapcsán kapta az igazi nagy pofon Glenc, hanem egy 1997-es tanulmánya kapcsán, ha emlékeztek rá, akkoriban volt az, hogy a kocsmákban és egyéb ilyen szórakozó helyeken betiltották a dohányzást. Glenc pedig elkezdte lobogtatni a tanulmányát, amiről azt állította, hogy Santa Clara megyében mind a 600 létező bárt végig kérdezték, hogy nekik volt-e bárminemű forgalomban történő visszaesésük onnantól kezdve, hogy az embereknek nem lehetett bent dohányozni, és ő megállapította, hogy egyetlen egy bár sem volt a megyében, amelyik az arra panaszkodott volna, hogy visszaesett volna a bevétele ezt követően. Na, most így majdnem mennyi? Majdnem 20 évvel később, 19 évvel később kiderült és beismerte, hogy igazából csak 9-et kérdezett meg, de ő azt állította, hogy 600-at. Hihetetlen. A nagyszámok törvénye. De teljesen analóg ez az összes többi ilyen szírszarral, hogy csúsztat, hazudik, felfúj, köze nincs a valósághoz, de úgy állítja be, hogy mintha. Úgyhogy innentől kezdve Stanton Glenn szavaihetősége, legalább nálunk eddig sem volt túl magas helyen, de hát ezek után talán most már azok is fölfigyelnek rá, hogy ezekkel az emberkékkel, akik ennyire agresszíven támadják az elektromos cigarettát, és ennyire előszeretettel lobogtatnak és hangoztatnak mindenféle ilyen kiragadott félinformációkat, igen, durva rést átong a szavaihetőségükön most már. Úgyhogy nagyon jó. Nekünk nagyon jó, igen. Én azt várom, hogy valamelyik ezek a szerencsétlen hatósági beadványok valamelyik ketyegjen már le, és kapjunk valami anyagot, és legyen ott előttünk, hogy az meg ezek ugyanezt csinálják, és akkor aztán jöhet a keresztvízleszedés ezekről a trógerekről. Addig is kívánom Anál Ildikónak, hogy még magasabb posztokra törjön, mert tényleg nagyon magasról a legszebb nagyot esni pofára, és előbb-utóbb eljön az is. Egészen elképesztő, milyen arcok vannak. És itt vagyunk, tényleg srácok, itt vagyunk velük szemben, teljesen mezei, egyszerű, hétköznapi emberek, kivéve Fifikát, akinek van juha, de igen, azért az valami. Az már egy másik level, de hogy... Hogy itt vagyunk teljesen hétköznapi emberek, és szeretnénk védeni, ahogy Charlie is felolvasta onnan a kis naptárból, a Motes naptárból, értékeljük magunk és mások egészségét, és szeretnénk tenni érte, és semmi egyébről nem szól az egész, és aztán itt van egy marék ilyen. Hogy is mondta ezt? Nagymamám szerette. Megélhetési luddita. Megélhetési luddita, igen, nagymamám szerette ezt a kifejezést használni, és hát hölgyekre annyira nem élik, de kurafi. Tehát ilyen hazug disznó kurafiak itt vannak, és trógerkodnak össze-vissza, és burkolóznak bele az orvostudomány köntösébe. Fú, most fölmérgesítettem magam. Neked egyfolytában így megy fel a vérnyomásod. Így látod a képzőt, hogy miért? De mindig ezt, és akkor a végén mondod, fú, én most nagyon fölidegesítettem magam. Fú, én most el kell szívjak 3 cigit, de rendeset.
Mama. Ja, hát de valahol meg ezzel szemben, tehát a hülye átgondolatlan magyar szabályozásra szemben, ott, ahol mondjuk egy picit szabadabban kezelik ezeket a dolgokat, ott meg gurul a piac. Érted? És mondjuk pont ilyen az Angélus király és a Forbes-on jelent meg, egy valószínűleg több részes cikk lesz egyébként, mert ez az első része, ami a brit elektromos cigaretta piacot járja körbe, vagy tárgyalja ki. Teljesen friss 2015-ös évre vonatkozó statisztikákat is közül. Te megnézted ezt, Blacky? Nem, még nem. De már nyitom. Egyrészt az angol piac növekedése köszönhető a nyitottságának, másrészt az ottani egészségügyi szervek hozzáállásának, és hát nyilvánvalóan rámozdult szinte a teljes kereskedői réteg a multiktól a kisboltokig bezárólag szinte mindenki. Én azt már akkor is láttam, amikor kivoltam, hogy az egy fontosba, a Tesco-ba mindenütt lehetett valamilyen, most nyilván azon ne trollkodjunk, hogy milyen, de hogy mindenütt lehetett valamilyen egycigatát, likvidet vásárolni, és rengeteg kisboltban egy kis sarok kialakítva e-cigarettának, mindaz mellett, hogy nekem ez marha furcsa volt, hogy akár még boltba benéztem, mindenütt egy indiai nézett vissza rád. Kivétel talán azok a kisebb vidéki városok, de Londonban rengeteg ilyen hely volt. És hát ez a cikk végig taglalja ennek a piacnak az óriási növekedését. Nézd meg a legelső grafikont, amit talán pont egy, hát nem tudom, hogy Pinterestről van-e vagy sem, de ott van, hogy 2015-ben, tavaly százalékos arányban miért használtak elektromos cigarettát, és mi meglepő, ugye kékkel van az, aki jelen pillanatban e-cigarettát használ, és dohányt is, a lila pedig a jelen pillanatban e-cigarettát használ, és már nem dohányzik. Csak az első három a legjellemzőbb. Az első, hogy ő le szeretné tenni a hagyományos cigarettát, 61%-a volt az, aki ezért kezdte el használni. 61%-a. És ez a jelen pillanatban még duál felhasználónál is 40%, tehát igen, szignifikáns. És aztán ott van a következő, aki azt mondja, hogy szerette volna csökkenteni a hagyományos cigarettát, de nem szerette volna teljesen abba hagyni. Ott meg viszont a 61% szöges ellentéte, ugye 8% az, aki ezt mondta, azok közül, akik már csak tisztán elektromos cigarettát használnak, és itt pedig a kék a jóval több. És amit mindig mondanak, hogy de hát ez a kapu meg az anyám kínja. Nálam a kapu drog, nevezzük nyugodtan így, az pont az alsó, nem is harmad, az alsó ötöd. Ez a just give it a try, illetve az other. Nem tudom, mi az other náluk, de a fölötte levő, csak így ki akarta próbálni milyen. És kurvára nem jellemző, hogy csak azért kipróbálom, hogy valahogy máshogy pusztítsam a szervezetemet. És mondjuk még ráadásul úgy is marad. Igen. De még itt is azok a számok vannak, hogy vagy duál felhasználó, tehát mindkettőt használja, vagy ex-dohányos. Tehát ez a 6% a just to give it a try-ből, még ez is babózott, vagy babózik. És csak brahiban próbáltak ki, tehát itt nem az van, hogy kapudok valakinek.
Igen, tehát azért mondom, tehát az, aki komolyan gondolta, az a 61%, hogy abba akarta hagyni a dohányzást, az úgy indult neki, hogy illetve 6%-a a 100-nak, tehát 100-ból 6 ember, hát megpróbáljuk, és ennek a 6-nak bejött. Én egyébként ezekben a marhaságokban azt nem értem, hogy ha nem lenne elektromos cigaretta, és lenne egy ilyen statisztika, akkor most ott a végén az lenne, hogy a 6% az bizony cigarettával próbálkozott, és nem elektromos cigarettával. És az mennyivel jobb? Mert ha mindenki visszaemlékszik arra, hogy szokott rá a dohányzásra, akkor bizony, az bizony úgy kezdődik, hogy elszív egy szálat, aztán még egyet, és már dohányos lett. Aztán úgy, hogy hát nem, azt tudod, úgy van. 20 gondolkozik rajta. Mikor az első cigit adta a haverod, akkor milyen szar, másodikat, milyen szar, harmadikat, hát már egy kicsit jobb, aztán már azt veszed észre, hogy te veszed a következő doboz cigit. Így van, így van. És ami érdekes, az, bocsánat, hogy közbeszóltam, a következő grafikon, mert ott ránk is vonatkozik egy sor, egy oszlop, bocsánat, azt mondja, hogy milyen elektromos cigaretta folyad, elektronikus cigaretta, bocsánat, legyünk már profik, legyünk prók. Milyen elektronikus cigaretta folyadékokat használtál leggyakrabban 2015-ben, és egyszerűsítsünk, mert most itt ne bontsuk szét, hogy dohányos, meg nem dohányos, meg anyám kínja. És ott van a mi oszlopunk, ami majd életbe kell, hogy lépjen. Van egy No Flavor nevezetű oszlop 5%-kal totálban. Totálban, és igen. Nézzük meg az első két oszlopot, ami legjellemzőbb mondjuk a piacra, a dohányos és a gyümölcsös 35% és 25%. Ehhez képest az ízesítetlen 5%. Tehát megpróbálják ezt a 35 meg 25% az annyi, mint 60%-ot majd rátolni erre az ízesítetlen fosra. Nevezzük így nevén ízesítetlen fos. Tehát a jelenlegi piac 3%-a marad meg nekik. Érted? És, mert gyakorlatilag ez derül ki belőle. És még azt is hozzátenném, hogy nem tudom igazából, hogy az az ember, aki az utolsó oszlopba beixelte magát, hogy ő azt tudja, hogy például mit eszik? Vagy az is az, hogy nem tudom. Milyen likvidet szívta? Nem tudom. De volt ízesítve? Nem tudom. Valamit kérte. Várjál. Megvan, ez az ember, aki bemegy Blackie-hez, adja valami olajat. De milyen olajat? Nem tudom, valami olajat. Egyetlen napot kéne itt eltöltened, és annyiért látnám, hogy ez valami félelmetes. De szabadon foglak, és tervben van egyébként, hogy kimegyek turnézni, és beülök a sarokba hozzád egy fél napra, vagy amíg épp dolgozol, aztán megyünk kocsma túrára, és akkor ott majd megnézem ezeket az állatorvosi lovakat, bazd meg, tehát így annyira meg... Tudod, kérek olajat, és tudod, te ott eladó vagy, nem csinálsz semmit, de én így oda tudok hajolni, és így tík tarkon baszom. Milyen olajat? Nem. Ez jó kereskedő nem ezt teszi. Blacky fölnyúl a polcra, leveszi az arról 2T-t, itt van, basz meg. Szívja. Ez szép lenne. Egyébként ez egy itt kínangjál, vagy teljesen életszerű helyzet. Rengetegszer van az, hogy bejön, és azt mondja, hogy hát ő csak egy új ízt szeretni. Jó van, persze, és miért parancsol? Nem tudom, valami mást. És én tudjam, hogy mit szívtál idáig, bazd meg. Jó, akkor milyen ízeket szeretsz? Gyümölcsös? Desszert? Dohány? Mentol? I don't know. És van ilyen bazd meg, és azt mondja, I don't know. És nézi a listát, illetve nem is a listát, mert hiába van előtte szépen kategorizált lista, a tester standen nézi a címkéket minden egyes patron mellett, amit alig lehet látni, de ő onnan olvassa. De nem, mert borzalom. Majd meglátod. Kicsi off-topicba elkanyarodok a naptárunkra, most nézem csak, hogy kommenteltek tegnap. Március-június hónapok intelmeit ajánlom a ludditák figyelmébe, amúgy színvonalas naptár megérne egy adatigénylést, mibe is került. Krisztián Torok, illetve jött egy ilyen, hogy a tapintatos tisztálkodásra való felszólítása semmi, de az augusztussal magas labdát adtak a fesztivál szezonnak.
De tényleg nem az, hogy egy adatigénylés mennyibe került? Nem, azt nézem, hogy ezektől nem tudunk adatot igényelni, mert ez egy civil szervezet. Ez nem. Dehogy nem tudsz, dehogy nem tudsz, Krisztián. Úgy kezded. Kedves Ildikó, messzire és mélyre nyúló jó viszonyunk megalapozottságára hivatkozva szeretném megkérdezni, mint magánember a magánembert. Ugyan mennyibe került ez a kibaszott naptár, mert én is szeretnék egy ilyet gyártatni. És mi megcsináljuk, tudod, a hónap luditája. És minden hónapban lenne egy ilyen. És alatta, tudod, a mi már pedig ezt tovább gondolk, vagy előgondolkoztuk ilyen mondatokkal, meg a lipid, meg az anyám kínja. Összehozunk egy naptárat. 12 embert simán találunk. 12 marhasságot biztos, hogy mondtak. Hát ja, néha az emberek, tudod, így ismétlődnek, mondjuk két havonta, de... Na de visszatérve erre a grafikonra... Csári, annyi baromságot mondtak, hogy akár egy örök naptárat is csináltunk belőle. Vagy mostanában ezek a gifek terjednek a Facebookon is, hogy indítsd el és állítsd meg, és akkor megtudod, hogy mi vagy. És akkor ott haverom kirakott egy ilyet pont, és mindig az jött ki, hogy vagy kurva, vagy kokain csempész. De egyik se vagyok, higgyétek el. Na de visszatérve a grafikonra azért... Azért én kíváncsi lennék annak az embernek a lelki világára, aki ízesítés nélküli likvidet szív. Még én már bekevertem, csak még érlelem. Még érlelem. Hogy rendesen előjöjjenek azok az ízetlen valamik, ugye a háttérből, tudjátok, orfacsarósan. És ha bejön, nem tudom, hogy sikerül-e ez az első keverés ilyen szempontból. Ha bejön, akkor beterjesztem a nemzeti liquid trafikba, illetve küldök majd Blackinek is, meg Inkvinek is tesztelni, mert hát az orfacsarós érzést azt Inkvi tudja igazából megtesztelni, hogy milyen lesz, úgyhogy kíváncsi leszek rá, de félek egy picit, hogy összejött-e. Hát, ha beüt a cucc, eladod a receptet a Blossnak. Ennyi. Meggazdagszunk, Seychelles-szigeteken veszek egy kunyhót, életem végéig szívom az ízesítés nélküli alaplevet majd ott. Fú, de jó lesz. Egyetlen egy ilyen autóklávos keverőnk lesz arra, és az lesz ráérve, hogy Charlie, és állandóan pörögni fog. Ilyetetlen módon vinni fogják. Ja, és páncélszekrénybe rakjuk a receptet, az nagyon hát fontos. Hát az vicces bolondozó? Fú, de hogy valami rossz hírem is legyen, mert azért ez az angol piac, ez lássuk be, hogy az Elérhetetlen Álom című dolog. Egyébként jó lenne ezt így elküldeni amúgy a gazdasági minisztériumnak, hogy na uraim, így kell piacot csinálni. Tehát, és ez nem lesz nálunk. Romániában a január 1-től megadóztatták, jövedéki adó alá került az cigaretta után tőfolyadék, amennyiben nikotint tartalmaz. Tehát ha nem tartalmaz nikotint, akkor nem kell utána jövedéki adót fizetni, de akár 1 mg nikotint tartalomtól is már adóköteles. A szépség hibája a dolognak az, hogy most már 5 ember foglalkozik Romániában a Blossz berkein belül azzal, hogy megfejtse a törvényt, mert maga a végrehajtási rendelet, hogy hol, kinek, mikor, hogy hogyan kell lejelenteni, mikor kell megfizetni, stb. Ez valamiért még nem jött ki hozzá, bár január 1-től ezt már tudjuk, hogy van, és ezt már tavaly májusban egyébként a parlament elé terjesztették, stb. De decemberben se volt biztos, hogy ebből január 1-én lesz valami. Az adó mértéke, csak hogy érezzétek a súlyát a dolognak, az adó mértéke az 0,5 lej, ami nagyjából ilyen 35 forintnak felel meg milliliterenként. Tehát ha én eladok egy darab 10 millis 1 mg per milliliter nikotintartalmú likvidet, azután 350 forintot fizetek be a költségvetésbe. Figyelj már, és ott nincs olyan, hogy
nikotin mennyiség függvényében... Nem. Ezt a törvény nagyon világosan leírja, hogy nikotinos likvid nikotin tartalomtól függetlenül. Hát ez szerintem bődületes marhaság egyébként, de akkor várjál neked... Amíg nem látjuk a végrehajtást, addig nem tudjuk, hogy ezt ki, mikor hát akkor neked fizet. Már így kéne forgalmazni, nem? Hát gyakorlatilag most minden egyes nikotinos eladáson bukta van. De amíg nem látjuk a mert az is lehet, hogy, és ezt is rebesgetik, tehát mondom, a jogászok nem tudják, hogy mi lesz, mert lehet, hogy a tavaly bejött készletet még eladhatod adó nélkül, erre tippel egyébként mindenki, és az idei beszerzésű dolgokra vonatkozik ez az egész. De az is lehet, hogy nekem akkor kell megfizetni ezt az adót, amikor a pure nikotint behozom az országba, és akkor a pure nikotinnak 1 millilitere után abba én egyébként abszolút belemennék. Tehát bejön a pure nikotin 1 liter, milliliterenként fél lej, az 350 forint, az ugye 1000 milliliter. Nem, megmondom, hogy miért nem így lesz. Azért, mert kiindulva portugál, vagy ott lent, ami van régió, nem tudom, ahol zárjegyes. Portugáloknál volt, igen. Portugál, igen. Tehát ott a végterméken van a zárjegy, hiszen onnan tudja megállapítani az adóügyi... Charlie, itt nincs zárjegy. De várjál már egy picit, hogy onnan tudja megállapítani, hogy meg lett fizetve a jövedéki adó. Ugyanúgy, mint a pálinkánál, meg ugyanúgy, mint a cigarettánál. És ott azt mondod, hogy kiindulva még az élményeimből, amik 10 éve voltak, hogy megigényli mondjuk nem a BIT, hanem a BAT, megigényelte annó a, mit tudom is én, 450 forintos zárjegyet a faszom tudja milyen cigire, megigényelt belőle 10 000 darabot, és addig annyi volt neked a jövedéki adó tartalmod arra, ameddig kitartott az a zárjegy. Tehát volt az, hogy a piacon emeltek jövedéki adót, vagy bármi mást, ami vonta magával azt, hogy a cigarettádnak is változott az ára, de amíg neked abból az árjegy készletből volt, addig nem. Tehát az ellenőrizhetetlen lenne, hogy neked a pure nikotinra a legegyszerűbb és legkényelmesebb lenne, hiszen akkor abból neked van 1 litered, és abból csinálsz, neked mondani hány... Abból kvázi annyit csinálsz, amennyit akarsz. Persze, és ezért mondom, hogy ez szerintem nekik ellenőrizhetetlen, és ez biztos, nem, hogy... Nem. Várjál. Pont az, hogy ellenőrizhető, mert hiszen minden ilyen szállítmány vagy a vámon, vagy a belsős EU-s ADR rendszeren keresztül jön. Tehát jó, de várjál, elmondom, hogy miért nem ellenőrizhető, mert ő nem tudsz majd később vele elszámolni, hogy te vettél 1000 millilitert, abból kevertél 0,1-est ennyit, 0,3-ast annyit. De az onnantól ez senkit nem érdekel, Charlie. Ha te, mint forgalmazó vagy gyártó ezt megfizeted, akkor őt nem érdekli nem, tovább. Nem. Jövedékinél kurvára nem így van. És gondold végig a dolgot, hogy szerinted az életszerű, hogy ő valami olyat akar megadóztatni, amiből te mondjuk 1 literből csinálsz ex-has, mondjuk csinálsz 400 litert, 500 liter folyadékot, és te gondolod, hogy majd te az 1000 milliliter után kifizetsz 1000-szer 35, mondjuk akkor kifizetsz 40 000 forintot, azzal szemben, hogy kifizetnéd ennek a 200-szorosát? Hát ha Magyarországon lennénk, azt mondanám, hogy ez fasság, de tehát itthon biztos nem ezt fogják csinálni, ha ilyen lesz. Na, mindegy. Meg azért, mert akkor hogy fogják ellenőrizni azt, hogy az a termék, amit te kiraksz a polcodra, azt az adózott, jövedéki adózott nikotinodból készítetted el sehogy. Mert akkor az onnantól kezdve már csak papírozás kérdése, hogy épp melyik számot melyik oszlopba írod, mikor a készletezés van. Tehát az úgy nagyon katyvasz, szerintem. Nem tudom, Charlie.
nem, nincs még semmiféle végrehajtási rendelet, de hogy az adó mértéke ennyi, az biztos, a többi az nem. Szorozzuk be, akkor azt mondja neked most 18-as idáig, és számoljunk egy a legkisebb nikotin, 3-as vagy 6-os? Tök mindegy, mennyi nikotin van. Nem baj, neked. Most én azzal akarok számolni, mert ugye neked a shopban úgy változik az ára. Mondjuk a 6-os erősségű 18-as az mennyi? 6,90? 6-os erős nem, az 1100. 1100, arra még rájön akkor 18x35, azt mondja, hogy... 700 forint. Bocsánat, nem, az 20-szor számoltam, jó? 35, 630, ehhez még hozzáadok mennyit, 1000 mennyi volt? 1100-at. 1100, és akkor az 1100-asból lesz 1730 a 18 millis. 1730 per 1100, 1,5 tized. Ja, hát az úgy kemény. Hát az egy más feles nevekmény, így igen. De hogyha, mit tudom én, a 18-assal számolod ki, akkor az szűkebb. Tehát nem is értem, hogy... Azért nem értem én ezt, hogy nem bontják le. Miért nem azt mondta, hogy mit tudom is én, milligram per milliliter, vagy nem tudom. Tehát... Mert még az is, tehát az legalább arra terelné a főhasználót, hogy minél alacsonyabb nikotintartalmú likvidet használja. Hát ugyanúgy, mint a pálinkánál, az alkoholfok határozza meg a jövedéki adó mértékét. Igen. Igen. De hát egyszerűen nem látjuk át a dolgot. Ráadásul ugye itt egy ilyen gyártásnál mindig azzal kell számolni, hogy 18 milliliter van meghatározva a palackon, az jó esetben egyébként 19 vagy 20. Mert ugye a töltési mennyiséget azt mindig fölé lövöd, hogy a fogyasztót ne károsítsd. 1 milliliter, 1,5 milliliterre fölé vannak lőve. Nem beszélve arról, hogy a gyártás során keletkezik egy csomó úgynevezett keverési veszteség, az nálam egyébként ilyen 5-10% közé satszolom. Tehát nem igazán látom át még azt, hogy nekem hogy kell majd elszámolni, mert biztos, hogy el kell számolni a Pure-ral is, meg az előállított termékkel is. És nem igazán látom át, hogy ezt mondjuk zárjegy nélkül hogy fogod tudni megoldani, meg hogy lesz az ellenőrzés, hogy az a palack, amit eladtam, azután én leadózok, vagy nem adózok le. Érted? Mert a nullás után nem kell leadózni. De amiben már van 3 mg nikotin, azután már adózni kell. Tehát nem, szerintem ők se gondolták ezt át teljes mértékben, és ezért gondoltuk azt, hogy a legegyszerűbb a behozatalkor megadóztatni a Pure-t, és nem foglalkozni tovább, ha nem akar zárjegyet, meg nem akar termékellenőrzést a végfelhasználó felé. Abban már bele sem menjünk, hogy egy jövedéki raktárnak milyen szempontoknak az, kell az, megfelelni. Az tragédia. Tehát, meg hogy milyen letéttel kell Magyarországon rendelkezni ahhoz, hogy neked lehessen. Nem csak Magyarországon, Romániában is, vagy bárhol Európában egy jövedéki raktár. Hogyha egy dohányszerű jövedékid van, az horribilis összeg. Amit előre ki kell csengetni, amit folyamatosan fizetned kell a jövedéki raktár föntartásáért. Ez egyébként ez az egy mozdulat, amivel az egész unióba át lehet játszani a dohánycégeknek a likvid forgalmazást, mert nekik van jövedéki raktáruk mindenhol. De most, hogy a kontextusba helyezzük a számokat, itt 100 milliós nagyságrendekről beszélünk. Igen. Tehát nem arról van szó, hogy elmész, az fölveszel Széchenyi hitelt, mert erre nem fognak adni ennyit, az biztos. Na, úgyhogy ezek nem jó hírek egyébként, és hol van még, vagy hol volt, már most az olaszoknál ugye nincsen jövedéki adó?
az olaszoknál van, csak támadják, ott ahogy hívják, ott a nem nikotinost dobta vissza az alkotmánybíróság a múltkor. Ja, tehát akkor lehet, hogy ez az olasz, most azért ezt látni kell egyébként, hogy Románia a valamiért mindig a francia-olasz mintákat veszi át. Tehát nekik az a kvázi rokon nép, meg az a szimpatikus. Tehát Romániába kimész, ott vagy olasz, vagy francia autó őrültek vannak. Tehát ott jó szeretik a BMW-t is, de a szívükhöz közel az olasz, meg a francia dolgok állnak. Nem beszélve arról, hogy egy halom közös szavuk van, tehát mondjuk aránylag könnyen tanul egy román franciát olaszt. És hát ugye hagyományosan ilyen kapcsolataik vannak. Lehet, hogy innen jött ez a dolog, de szinte Európában egyedülálló. Tehát a TPD-vel nem is foglalkoztak, érted, az első az volt, hogy adó. Mondok neked pár számot, Fifika. Megijeszteni egy picit. Ásványolaj termék jövedéki engedélyes kereskedelme a továbbiakban 600 millió, és most itt ez jövedéki biztosíték, amit be kell tenni, és az nem fél neked egy forintot se. Ez így van. Tehát ásványolaj termék 600 millió, dohány termék 22 millió forint, az egyéb jövedéki termékek jövedéki engedélyéhez kötött forgalmazása az éves nettó árbevétel függvényében telephelyenként legfeljebb 150 millió forint jövedéki biztosíték nyújtása mellett végezhető. Na, telephelyenként. Ez Magyarországon ez az egy mozdulat az, amivel abban a pillanatban át lehet a dohányt. Tehát nekik már ezt a maximum ki kell fizetni, mondjuk, ha ez külön engedély, akkor ki kell fizetni ezt az egyszeri díjat, de maga a raktár az működik, az megvan, oda bevihető. És azt ne felejtsük el, hogy oda infrastruktúra kell, mert ott azt be kell kötni, az meg a NAV rendszerihez, meg a tököm tudja miért. És hogy, mert ugye beszéltünk itt a nikotin, majdnem nikotin fokokat mondtam már itt is a nikotin mennyiségről, mert ugye itt van adómérték alkoholtartalom függvényében. 1,2 térfogat százalék alkoholtartalomtól 5 térfogat százalékig, 20 forint per liter, és csak a legvégét olvasom, mert sok pont van, 45 térfogat százalék alkoholtartalom fölött 900 forint per liter a termékadó. Tehát, és ez csak az adó tartalma. Igen, 20 forint, 900 forint. Tehát azért itt vannak nagy ugrások, egy 40 százalék, térfogat százalék alkoholtartalom fok ugrásnál is, és ezért gondolnám én, hogy ez így a végletekig le lenne egyszerűsítve, meg ez nagyon könnyen kijátszható lenne, hogyha tényleg csak ennyi lenne, hogy amit most leírtak. Lehet, hogy nem gondoltak rá, és később fog eszükbe jutni. Nem tudom, Romániával az a gond egyébként, hogyha még Krisztián jobban emlékszik az FVIS térképre. Hát ők nagyon nem negatívak, nagyon lustik. Nagyon kevés a VPR Romániában. Tehát egy 20 milliós országhoz képest nagyon kevés, ott azért tudni kell, hogy az emberek több mint fele dohányzik, hogy Romániában a mai napig a szálas cigarettát szívják, és nem a sodrót, mert valamiért a román törvényhozás azt mondta, hogy a sodró dohánynak ugyanannyi az adója, mint a szálas dohánynak, ezért ott nem is olcsóbb, és nem is népszerűbb. És egyébként meg a dohányzást korlátozó törvényt, amit most akarnak bevezetni, azt meg folyamatosan zátonyra futtatja a parlament, mert a parlamentben is annyi dohányos van, hogy azt mondja, hogy anyátok, én lemegyek a kocsmába, én rá akarok gyújtani. Pont erről beszéltünk a héten telefonon, ugye, hogy ott most meg akarták szavazni, hogy vendéglátóipari helyiség, tehát étteremben mondjuk ne tudjon az ember cigarettázni, és úgy elküldték a halálfaszára, hogy öröm volt nézni. Ha mi az, te hülye vagy? Pacal pörkölt után én cigizni akarok. A helyemen ülve. Nem ám a fagyba. Tehát Románia sok szempontból egyébként érdekes. Például ha valaki kimegy, akkor azt látja, hogy a multik nincsenek olyan szinten képviselve Romániában, mint mondjuk nálunk. Ez meg egyszerűen annak tudható be, hogy iszonyú szar az infrastruktúrájuk. Tehát egy multinacionális cégnek Romániába teríteni árut,
az szinte a lehetetlenséggel egyenértékű. Van egy pár nagyváros, amelyiket el tud érni normálisan, de gondolj bele, hogy mint a medveköztársaság, érted, mit tudom, a Csikihegyek között, hát az valami téboly autóval járkálni, megszervezni a logisztikát, leteríteni a zárút, stb. Tehát nem lehet. Úgyhogy ezért nincsen. De ahogy kiépülne Romániában mondjuk egy normális autópályarendszer, és el lehetne érni mindent mindenhonnan, akkor más lenne a helyzet, de így ebben a helyzetben nem. Jó, hát akkor mi 10-20 év múlva térjünk rá vissza. Térjünk rá vissza. Na de van jó hírünk is egyébként. Van ám. Van bizony. Ugye 20-án volt, az ma van. Ma volt a határideje, a ném, vagy 21-e van, Charlie? Sosem tudom. 21 van. Hát nézz a naptárra. 20-a van. 21 van. 21 van. Mondom, 21 van. Ja, jó. Blackinél más az időzóna, biztos azért. Igen, szóval átveszett az időzóna, bocs. Segítek, 21-e. Átmegy rajta Greenwich, hát az teljesen. Szóval ma holnap, tegnap lejárt a határidő. Német parlamenti aláírás gyűjtésnek, és átléptük az 50 ezer aláírást, úgyhogy mindenkinek, aki aláírta tőlünk is Magyarországról, hatalmas köszönet. Zsír, köszönjük. Úgyhogy a német ercigisek megkapják az engedélyt innentől kezdve, hogy prezentálhassanak a német parlament előtt az ügyükben, úgyhogy ez egy hatalmas erőrelépés. Halleluja! A kérdés az, hogy mi lesz ennek az eredménye? Hát már mi várható? Hát ezt meglátjuk. De senki nem tudja, hogy mi várható. Mondjuk Angela Merkel átszakik az ECG-re, vagy mi lesz? Nem, hát legalább kapnak egy kis esélyt, szerencsétlenek, nem úgy, mint mi. Hogy hát ugyanáluk azért nem ez a Fidesz-KDNP típusú szavazó buldózer üzemel. Tehát nem az illiberális demokrácia van. Igen. Korunk vívmánya az illiberális demokrácia. Ott azért nem ez van. Nem tudom, hogy mondjam. Hogy ott nem az van, hogy van egy blokk, és a lelkismereted ellen is szavaznod kell, különben véged van, mint a botnak, hanem nyilvánvalóan ott azért hátha elgondolkoznak az emberek, vagy legalább egy kicsit árnyaltabb képet kapnak. Na ja. De a szemünket rajta tartjuk, úgyhogy meglátjuk, mi lesz belőle. Nekem mindig az jut az eszembe erről a politikáról, meg a demokráciáról, hogy az inkák csinálták a legjobban, érted? Ez ki volt? Én voltam. Becsörgött az asszony a számítógépre, de semmi gond, lenyomtam. Az inkák csinálták a legjobban, érted? Kiállítottak két csapatot egymással szembe, aki vesztett, lefejezték a picsába, érted? Szóval még egyszer nem jött vissza trollkodni. Ennyi. Hogy ezt a német 50 ezres aláírás mennyiséget megpróbáljam egy picit perspektívába helyezni, az amerikaiaknál már több mint egy éve, azt hiszem, több mint egy éve fut egy petíció a change.org-on, ugyanúgy, ahogy például Zentai doktornak a petíciója futott. A szenátushoz akarták beterjeszteni, illetve a képviselőházhoz, valamint az elnök elé, hogy az FDA-nak a törekvései ellenére mondják ki azt, vagy fogadják el, hogy az e-cigaretta, vagy a vapor products, tehát az elektromos készülékek nem dohánytermékek, vagy ne úgy legyenek szabályozva. Na most tudjuk azt, hogy ott kint azért 10 milliós nagyságrend, ha jól tudom, akkor 10 millió fölött van az a népesség, aki elektromos cigarettát használ, most nekik 51.157 aláírásuk gyűlt eddig össze. Tehát az aktivitást azért érdemes összevetni a kettővel.
Szuper passzív az elektromos cigaretta. Egyébként kíváncsi lennék, hogy a német 50 ezerhez mennyi volt a nem német, aki hozzátette a magáét, mert szerintem itt ebben az esetben ez is számított. Tehát ha mi Magyarországon indítanánk egy ilyet, lefordítanánk, és Európába megköröztetnénk, lehet, hogy mi is össze tudnánk szedni egy 25-30 ezeres aláírás számot. Tudjátok, mi a durva ebbe az egészben, hogy mondjuk a ChangeOrg-on aláírni valamit, és két kattintás. Az EFI-t aláudni ugye kényszenvedés volt, de legalább a saját nyelveden is el tudtad érni. Ez viszont a német nyelven külön regisztrálni németül, menjél vissza, irgalmatlanul macerás volt, és hogy ennyire rövid idő alatt ennek ellenére sikerült elérni az 50 ezeret, na ez a durva. Hát figyelj, Európa legnagyobb dohányipari kiállítását csinálják a németek Dortmundba. Nyilván ennek is köze van hozzá, aminek egyébként a beszámolóim alapján is lehetett tudni, hogy az 50%-a egy cigaretta volt a dohányipari kiállításon. Na jó van, lépjünk? Lépjünk. Még jobb hírünk van, illetve jó hírünk van, csak nem annyira jó. Ugranék az ötösre először, és csak egy ilyen kis rövid teaser, hogy valami hamarosan el fog indulni a weboldalon, és nem tudományos jellegű. Egy látogató számlálót? Is. Igen, sárga háttérben. Lesz egy cigi térkép. Sárga háttérben kék betűvel, igenis villódzni fog, nem? Valami majd lesz hamarosan, szerintem egy héten belül. Az ásó emberke helyett bulldozer, vagy... Kiélesítjük a képet, úgyhogy szemetek rajta legyen, ne foglalkozzatok ezzel a két lápi trollal, aki megpróbálja elrontani a kedvemet. És akkor jöhet a másik, ami a hatos, most csapongok, mert a végére hagyjuk a fekete levest, hogy Blacky elgondolkozott azon, hogy mi lesz, hogyha nem lesz itt semmi lehetőségünk, és az emberek arra is lusták legyenek, hogy olvassanak, mondjuk, amit hónapokon keresztül összelapátoltunk nagyon-nagyon hosszú cikkekbe, sok ezer karakterszámmal, és elkezdett egy videósorozatot. Ismertest kérlek! Most sok mindent nem tudok egyelőre elmondani erről a videósorozatról. Három rész van kint, lesz egy negyedik, nem sokára. A dolog lényege az, hogy tudom, hogy senkit nem lehet visszatartani attól, hogy ő saját magának készüléket gyártson. Márpedig tele van az internet mindenféle okos receptekkel, így csináld, úgy csináld. Általában viszonylag felületesen... főleg olyannak nagy aknamező ez, aki az elektronikához abszolút nem konyít, úgyhogy egy olyasmit találtam ki, hogy egy sorozat keretében lépésről lépésre, alapoktól a legvégéig mindenféle készüléket fogunk összerakni. Volt két ilyen oktató jellegű epizód, ahol ilyen diákon próbáltam bemutatni, hogy mi hogy működik, merre folyik az áram, mi van akkor, ha képtelen állásom van, és a többi, és a többi. Ugyanígy akkumulátorokkal kapcsolatban. És az első konkrétan gyakorlat részben összeraktunk egy nyomogombos mechanikus készüléket, a következő részben fetes, kapcsolós, két akkumulátoros mechanikus készülék lesz, és hát akkor majd ezt folytatjuk tovább, mert nem állunk meg. Szeretném, hogyha ha valaki kedvet érez arról, hogy barkács jön, akkor legalább legyen valami alapja, és ne úgy csinálja, hogy annak baleset legyen a gépben. Valaki beleásított. Nem baj. Nem a beleásítás, hanem a kezdeményezés a kedves. Igen. Én azért kicsit félek, hogy... hogy mi azért van? Én még emlékszek a Nokia akkumulátoros Blacky készülékre. Hogy mi lesz, hogyha valaki megnézi a videót, és úgy gondolja, hogy akkor pákám, nincs valakitől szerzek, vagy csak kölcsön, vagy csak megpróbálom, vagy ha már nincs pák, akkor majd összesodrom a két drótot. Szóval azért óvatosan kell, valami kis háttérgyakorlat kell hozzá.
Nyilván, de mindenki mellett nem ülhet valaki. Persze, csak a végén azért. Majd tudod, nehogy az legyen, hogy de a videódban is azt mutattad, bazd meg nekem, meg az lett a vége, hogy... Az a baj, hogy ez mindig benne van a pakliban. Amikor elugattam másfél évvel ezelőtt, hogy hogyan kell a modot pucolni, és csak és kizárólag olyan kontaktsprét használj, amiben hajtógáz van, meg izopropilalkohol, nézd meg az összetevőit, mielőtt megveszed. Volt olyan, aki rám írt, hogy szétmarta a féktisztító a lábacsövének a belsőjét, és hogy én mondtam neki, hogy féktisztítóval pucolja, és hogy fizessen ki. Erre varják gombot. Tudom, hogy lesz ilyen, az ilyen beveheti, ezzel nem tudok mit kezdeni, ha értő olvasás nem megy, akkor remélem, hogy a fülén bejött input eljut az agyáig, ha az se, akkor tényleg én nem vagyok hajlandó elolvasni, ami az ő problémája. Ha nem fogja föl, amit elmondok, akkor sajnálom. Ennyi. Komolyan, az értelmi sérültekkel nem vagyok hajlandó foglalkozni, az nem az én dolgom. Ma mondanám, hogy arra vannak mindenféle intézmények, de hát azokat is bezárták. Igen, ez jutott nekem is eszembe. Na de lesz egy olyan hely, ahol ezek az értelmi sérültek is összejöhetnek, vagy legalábbis az értelmesebbje, az ugye a... Köszönöm, hogy valaki az orrát fújta a mikrofonba, és arra se fette a fáradtságot, hogy eltartsa onnan. Mondjam be, a te mikrofonodba. Új, ide csattant az arcomra, hogy... Amiről beszéltünk az előző adásban, azt ugye kiírtuk eseményben a 100. podcast meetup, és megneveztük ott a helyszínt a fanyűvőnek. Itt a hibát én követtem el, ugyanis előre ittam a román medve bőrére. Előgondolkodtam, nem kellett volna, ugyanis egy csomó mindenre utána jöttünk rá, és egész más kontextusba helyeztek események, reagálások, dolgokat. Tehát az előző találkozó, ami ez a... Bent volt a Király utca, vagy hol a francba? Igen, igen. Az sem nem azért tudom, került oda... Nehezen megközelíthető igen, hely na, volt. Tehát Frankfán sétterem. Igen. Nehezen megközelíthető, és nehezen elhagyható. Oké, köszönöm, folytatom. Tehát az nem azért került oda, mert hogy az mennyivel jobb, hanem egyszerűen, mint utólag én leszűrtem a konzekvenciát, azért került oda, mert a fanyűvőből finoman szólva is kiutáltak bennünket, mert úgy látszik, hogy nem volt olyan mértékű a fogyasztásunk, hogy egy konkrétan be lehessen zárni a helyet, és csak mi legyünk ott, és azzal az indokkal oda már nem is mehetünk többet, hogy zavarja a vendégeket a mi gőzünk. Én 50 pluszosra, tehát nem az, hogy 50-es, tehát 50 év felettiek látogathatják, hanem minimum 50-en leszünk ott. Ezt jeleztem annak, akinek kellett, és annyi jött vissza, hogy oda tudnánk menni, ahol volt a mostani találkozó is, bár a felső részre is fölmentek ecigisek, bár ott is ecigiztek, ahol nem lehetett volna, bár jóval többen voltak, de 40-50 főt még nagyjából. És akkor erre mondtam én azt önhatalmulak, hogy köszönjük szépen, az nem kell, mert 100 fő, tehát az 50 plusz az nekem nem 40-50 fő, hanem 100 fő kényelmesen, és mindenféleképpen gőzölnénk. És ennyi, itt állunk most, kicsit tanácstalanul, nem szeretnék még egyszer olyanba belefutni, hogy minket kinéznek, kiutálnak még május előtt bárhonnan is azért, mert gőzölünk. Úgyhogy a legmegfelelőbb helyet vadásszuk most, ami könnyen megközelíthető tömegközlekedéssel Budapesten, és... Beférünk. Jó, legyen hát, parkoló. Tehát ezt akartam mondani, környéken. Hogy ne zavarjatok össze. Tehát jó megközelíthető, mind gyalogosan, mind gépjárművel, minimum 100 fő férjen be. Mi ott szeretnénk a saját hangosításunkat megvalósítani, tehát az, hogy hallják azt, amit mi beszélünk hátul is, és ugye rögzíteni is szeretnénk majd az adást. Szóval ennyi, ez nem túl egyszerű, nem túl bonyolult, de hát... meg kell találnunk azt a helyet, ahol szeretettel fogadnak minket. Jelöltek már vannak, de folyik még az egyeztetés több szálon, úgyhogy
Sajnálom. Volt még egy olyan kritériumod, nem? Hogy legyen meleg konyha és italmérés. Igen. Az italmérés nekem nem annyira mérvadó, de ugye szerintem azért mi fogyasztottunk annyit kajából is, piából is, hogy nem voltunk mi rossz közönség. Tehát, hogyha így összefoglalhatnám, és ha valakinek ötlete van, azt nagyon nagy szeretettel várjuk, tehát a 100 fő befogadására legyen képes, Pesten legyen, lehetőleg olyan helyen, aki volt már a fanyűvőben, hogy az könnyen legyen megközelíthető tömegközlekedéssel, és lehessen ott normálisan parkolni, nem úgy, mint mondjuk a Buli negyedben, ahol 1500-ért parkoltam 2 órára, vagy 3 órára, és legyen ott konyha, és legyen mit fogyasztani, üdítő, alkoholos ital, és konnektor, és viseljék el, ami hatalmas nagy zajunkat, ami szerintem egyáltalán nem volt hatalmas, ez idézőjelben volt, hát múltkor is ugye csak annyit hangosítottunk, amennyire szükség volt, beszéltünk, tehát nem zene szólt, nem ordiválás volt, és ez volt az, ami mások számára nem volt elviselhető, és mi elűztük és elkergettük a vendégeket a gőzünkkel, a füstünkkel és a hozzáállásunkkal, szóval nem erre számítottam, de ez van, meg kell vele barátkoznunk. Bojkottot hirdetek. Mindegy, oda nem megyek többet kajálni. Úgyhogy keressük a helyet, ha ötletetek van, akkor ezeket figyelembe véve ti is adjatok nekünk tippeket, hogy hova lehetne menni, és ja, hát a legfontosabb, hogy ugye mi teljesen önköltségi alapon dolgoztunk mindig, tehát nekünk nincs a bankszámlánkon több százezer forint. Ugye megkérdeztem ezt is egy kedves barátomtól, aki egyébként ezeket a dunai hajókat üzemelteti, tudjátok, amit a BKK vagy BKV, tököm tudja sose, hogy mi ezt használ a menetrend szerinti közlekedésre, és akkor adott volna egy hajót 150 fős befogadó képességgel, szép, nagyon, én már jártam ott rendezvényen, és akkor azt mondta, hogy baráti alapon, de akkor egy forint haszna sincs, óránként 20 ezer forint, mert hogy kapitány kell, személyzet kell, a dízelmotornak járnia kell, mert ez előírás, és akkor ezt most osztátok, szorozzátok le délután mondjuk 3-tól este 10-ig, nem kevés pénz, nekünk meg gyakorlatilag 0 forintunk van, hát egy normális mikrofont nem tudunk venni. Tudunk, csak mondjuk fejleszteni nem tudunk, tehát így mondom. Tehát arra, hogy terembérleti díjat kifizetsünk, arra nincs pénzünk, de cserébe becsületesen kajálunk, meg iszunk. Úgy igen, gondolom. Szóval ne legyen foglaló. Hát nem foglaló sem, meg terembérleti díj. Sem. Tehát ezt szép magyarosan akarjuk mondani, akkor egy olyan helyet, ahova ingyen mehetünk, és cserébe kajálhatunk is. Azt már nem ingyen. Igen, hát azt már nem természetesen. Úgyhogy ennyi lenne a 100. podcast adással kapcsolatban a felvetés észrevétel, illetve, hogy még mindig várom azokat a kedves kereskedőket, akik felajánlanak valamit a tombolára, idáig ketten jeleztek vissza nekem a 20-ból. És természetesen lesz Peelbox Liquid. Tehetné bár egy kicsit több végét, Fifika. Hát akkor lesz Peelbox Liquid, hogyha tudunk helyet szerválni. Ha nem, 60-40-re van keverve, Krisztián. Figyelj már, Krisztián, felvetették, hogy jó lenne a Kossuth téren, ott tökre fasza kis rendezvényt csináltunk múltkor. Igen. Hely is van. Most már tudjuk, hogy hol fűtött a hely. Megjött a villanyszámla, Charlie. Igen? Igen. De a visszautalás, nem? Milyen visszautalás? Hát, hogy kevesebb. Ne, én egy számlát néztem is, mondom, mit levelez velünk az országgyűlés. Hivatal. Vagy a parlament, vagy mit tudom én, és akkor jött egy 47 ezer valamennyi forintos számla. És akkor gondolom az 50-ből kiveszik a 47 ezer valamennyit, és az a 2000 valamennyi fog
egyszer csak visszautalódni. Nálam van, még jut eszembe a hangosításnak a számlája, azt majd el kell, hogy postázzam. Jó. Nem, akkor szerintem elszámolta magát az öreg, mert hogy ugye mennyi volt, 45 ezer volt a villanyszámla, amit előre be kellett fizetni. 45 ezer valamennyi volt, és azt mondta, hogy valószínűleg úgy fog kijönni a nap végére, hogy egy ötössel kevesebb lesz, és akkor azt visszautalnák, de akkor ezek szerint nem lett egy ötössel kevesebb. Nem, mondom 47 ezer, de ott van, hogy a pénzügyi teljesítése kapcsolatban semmi teendőnk nincsen. Most nem tudom, hogy lógunk, nem lógunk. Hát az van, hogy pénzügyi teljesítés nem igényel, akkor fűz le, aztán jó van. Ennyi. Aztán szaladj. De egyébként úgy is írunk nekik, nem hogy írunk, kész van a levelünk. Hát nem tudtuk kinek címezni, úgyhogy ezt megint az Emmi fogja megkapni. Tudom, hogy ez ilyen csepp a tengerbe megint című akció, de azt gondoltuk, hogy a jelen esetben törvényt nyilván nem fognak módosítani, de hogy lássák be azt, hogy ez így nekik sem kivitelezhető, illetve idő kell arra, hogy be tudják ezt az egészet vezetni, hogy az intézményrendszert fölállítsák, stb. Úgyhogy azt gondoltuk, hogy illő és üdvös lenne egy olyan levelet írni nekik, amiben azt kérjük, hogy az egész TPD bevezetésre egy év moratóriumot hirdessenek. És akkor egy év alatt a kereskedők is ki tudják futtatni a készleteiket, stb. Illetve hát akkor gyakorlatilag én még azt is el tudnám egyébként képzelni, hogy május 20-tól a trafikok is árulhatják, de a kereskedők maradnak még egy évet, és mindenki tudja rendezni az új piaci helyzethez való viszonyát. Hogy ebből mi lesz, vagy mi nem, fogalmam sincs, de ez a levél holnap el fog nekik menni elektronikus úton és postán is. Amit még ehhez a Metsys hozzátett, és mondjuk én azt gondolom, hogy ez az, ami abszolút nem fogja átlépni az inger küszöböt, de ezt a Szunyog Tamással egyeztettük, hogy a kereskedőknek még az is egy lehetőség lehetne, hogyha kapnának egy trafik koncessziót, ahol tovább tudják folytatni az eddig fölépített üzletüket. De még egyszer mondom, ez szerintem ilyen álom az álomba, hogy az egyébként beszűkítendő trafikpiacot most ezzel kinyissák. Mert azt nem tudom, tudjátok, hogy szűkítik a trafikok számát. Igen. Igen, mert... De hogy? Aki megnyerte a koncesziót? Fölemelték azt a rátát, tudod, volt egy ilyen szám, hogy mit tudom is én, 2800 főtől lehetett egy trafikot nyitni. Most mondok valamit. De lehet, hogy ez 1200 volt, vagy ez alatt egy kis településen egy trafik. E fölött meg nagyvárosokban nem tudom én, hogy voltak ezek a számok meghatározva, de egy csomó helyen duplájára emelkedett ez a szám. És ha valaki visszaadja a trafik koncessziót, azt nem fogják újra meghirdetni. Pontosan azért, mert látják, hogy egy csomó helyen túl sok koncesszió került kiosztásra, és hihetetlen rosszul működnek a trafikok. Hát ilyen ez, ha vagy a család. Igen. És ezért aztán egyébként önmagában ez a fajta meggondolás, én azt gondolom, hogy ez teljesen normális dolog, és mondjuk ha egy ilyen államilag irányított piac, már nem mondom ki, hogy olyan, mint a régi időkben, de hogy egy ilyen államilag irányított piacnál ilyen beavatkozásokra lehet szükség, hogyha a túlnyomó többségnek nem megy annyira. Vagy ennyire csökken a dohányzók száma.
Tehát nálunk például Dócon olyan ügyes emberek vannak, hogy például egy hónapban egyszer visznek sodródohány, de ahhoz elvisznek 10 csomag ezért filtert. Uh-huh. Érted? Tehát, hogy olyan mini, tehát olyan light-ra tudják tömni a cigarettát, hogy az, ami 40 szárra elég, az nekik 2000-re elég. Hát ennyi. Hát, hogy befit szemmelé az ukrán dohány. Hát igen, igen, igen. Tehát erről szerintem a trafikusok tudnának mesélni, hogy az eladott sodródohány és a hüvely száma az, hogy alakul egymáshoz viszonyítva, de hát nyilvánvaló, hogy a számok azt mutatják, hogy mindenki lesz, akik vagy átszakik elektromos cigarettán, ami rosszabb, mint a rendes. Köszönjük szépen Ficsor Zoltánt a villanypárra. Előgondolkodni. Előgondolkodni. Hát síralmas, komolyan, tehát így végig gondolod ezt az egészet, és, ja, és még egyet belevettünk az ízesítést, tehát azt hiszem azt írtam szó szerint, hogy kritikusan aggályosnak tartjuk azt, hogy megszüntetik a nikotinos, illetve megszüntetik az utántöltő folyadékokban az ízesítést, mert ezzel gyakorlatilag megszüntetik a piacon való forgalmazhatóságukat. Hát ez kész. Tehát amikor írtam a mondatot, már akkor röhögtem, hogy hát ez nem normális, tényleg. Bólózat. Tragikomédia az egész. És akkor még az adminisztrációs részről nem beszéltünk egy szót sem, majd valamelyik adásban egyébként ezt végig fogunk rajta menni. Tehát az komolyan mondom egy kabaré, hogy mit kell neked jelenteni, és ez ráadásul nem a magyar kormány ötlete, ez az uniós bizottságé. De ezt most ne tárgyaljuk ki, mert akkor majd jövő héten akkor 5,5 órás podcastünk lesz abban a pillanatban. A 7. pont az micsoda? Nem tudom, Csáli, mert folyamatosan egy ponta el voltál tévedve. Nem voltam eltévedve, mindegy. Előtte van egy szám, és azt néztem. Az a romantikus magazin. Igen, és az, mire akartatok azzal ráfűzni? Nem én voltam. Mire? Romániára? A Románia. Ja, igen, Románia. Nálad a romanai, az a Románia. Oké. Okay. Igen. Igen, telefonról írtam be. Na. Mekkora román vagy? Ekkora. Nem láttam még románt magyarul írni. Mármint, hogy romániai magyart írni a román billentyűzetről, tehát az egy tragédia. Na, mi legyen az adás címe? Várjál, hát még hovasz, anyámba rohansz, olvasói kérdések meg az ablakba. Azt a betyár, fú, öcsém, de mellé nyúltam. Azt a... Magvas kérdéseket kértem az adáshoz. Nem, nincs programom. Na jó, fejezzétek már be. Szétültetlek benneteket. Kasicki Zoltán kérdezte, hogy miért keverik össze az emberek a porlasztót a patron kifejezéssel? Újjaj. Hát én erre csak csúnyán tudnék válaszolni, de... Én is szoktam keverni egyébként, az jutott nekem eszembe, akivel beszélek, próbálom fölmérni, hogy vajon melyikről fog arra asszociálni, amire kéne, és annak megfelelően alkalmazom, vagy az egyiket, vagy a másikat. Hát az roppant egyszerű, amikor elkezdett elektromos cigarettázni, volt egy egója, meg rajta egy patron, nem? Innentől kezdve bármi, amit onnantól kezdve a tetejére teker, automatikusan patron. Ez ennyi. Asszociáció. Kész. Azért jó, mert egy felmutató dripper, az se nem patron, se nem kazán. Vagy de kazán. Se nem porlasztó. Minden porlasztó kazán, de nem minden kazán porlasztó. Porlasztó. Ó, hogy porlasztódnál meg. Várj, ezt azért járjuk már körbe, hogy
ugye mit vegyünk egy BDC patront. A patronban van a porlasztó. Így van. De a porlasztó az, amit cserélsz. Igen. Amiben maga a fűtőszál van. Az a porlasztó. Fűtőszálomizer. Vagy nem tudom, hogy arra használjuk-e a kazán kifejezést. Hát az az igazság, hogy én a kazánt, porlasztót, ezt így szerintem ugye? Tehát szép a kazán meg a porlasztó az a rész, amit cserélsz. Hát hiszen porlasztja a likvidet. Így van. Nem porlasztja. Az, és azért kazán. Várjál, rosszul használtuk idáig, hiszen nem szilárd test. Legyen gőzlesztő, hiszen gőzzé alakítja. Aztán, ura, igen. Igen, gőzlesztőnek. Charlie 10 év múlva, hogyha még megérjük, megtesszük az e-cigaretta szabadalmi hivatal vezetőjévé, és ő fogja ezeket a szakkifejezéseket megköpködni, érted? Hát a gőzlért azt nem én találtam. Az biztos, hogy a mújót be kell utalni mellé a gőzlér miatt. Ennyi. Ezt föl is írom az adásmenetbe. És rájöttünk 6-7 év után, hogy a porlasztó kifejezés alapvetően szar. Azt mondja, hogy... Hát de várja, Charlie. Hát az autóban is porlasztó van, bazd meg. Az nem porra megy az autó, hanem benzinne. De te hülye, de égés következtében lesz igen? Az feldolgozva. Égés termék lesz a vége. A porlasztóból? Nem. Mert? Milyen termetet gyárt a folyamatból? De bazd meg, szerinted de a vége mi lesz? Hogy a benzinből levegő keverék segítségével és egy pici szikra segítségével elporlad, elég. Gyerekek, egyetlen magánhangzó cseréljük ki. Nem porlasztó, párlasztó. Az nem jó, mert az már olyan, mint a bepálladok pállasztó. Nem, porpár, párlasztó. Ez tök jó. Előgondolkodtunk már megint. Ennyi. Jobb, mint a szopóka, meg kell, hogy mondjam. Hát annál minden jobb. Habár, meg az évek. Ennyi. Habár esetleg, ha Ildikóval összefutnék, akkor mondanám, hogy mit csináljon a szopókámmal. Na, következő kérdés, gőzlesztő, hát ez zseniális. Itt karácsonyra gyűjtsünk már neki egy fésűre, jó? Mehetünk tovább. Bárány Miklós kérdezte, illetve kijelentette, illetve mondta, illetve leírta. Jó lenne összefoglalni, ha lehet, hogy most akkor végül is a csodán kívül miben is bízhatunk. És mikorra bízhatunk benne, ha az előző kérdésre sikerül nem egy szavas mondatban válaszolni. Lehet, hogy tévedek, de én úgy tudom, hogy a kijelölt helyen való dohányzás, elcigizés már élő dolog. Akkor podcast buli lesz, nem lesz? Talán helyszín? Kezdjük előről. Így van. Végül is a csodán kívül miben is bízhatunk. Az Istenben is. Tartsd szárazon a puskaport. Igen, és levegőmentesen a likvidet. Hát én azt gondolom, hogy azért elég sokan megszakadnak itthon is azért, hogy lehessen a továbbiakban is gőzleszteni. Úgyhogy én a csodán kívül még azért a kitartást is beírnám oda, hogy... Nekem ezzel az egész dologgal két problémám van. Egyrészt ugye van egy törvény, ami május 20-ával életbe fog lépni. Tehát mindenki most arra vár, hogy majd, ha ez a kormány elmegy, jön helyette egy másik, abba senki ne bízzon, hogy egy bevezetett törvényt majd egy következő kormány rips-rops visszaállít. Tehát azt szerintem egyébként nehezebb, mint most meghozni ezt az amúgy igen szar döntést. Tehát akkor is folyamatosan kell ütni a vasat, hogyha itt kormányváltás lesz esetleg, illetve ha és amennyiben az Unió mondjuk a TPD kereteit kíjebb teszi,
az nem fogja azt jelenteni, hogy ugyanezt majd a magyar kormány is meg fogja tenni, hiszen a TPD-ben egyértelműen kijelentették, hogy a kereteken belül szűkebbre bárki veheti, az teljesen tagállami jogkörbe adta át az unió. Hogy mi lesz? Hát végre fogják hajtani a törvényt. Én egyébként a leginkább azt látom a jövőre vonatkozólag, hogy vagy lesz valami halasztás, mert rá fognak jönni, hogy ők se tudják végrehajtani a rájuk kiszabott részt, illetve még súlyosabb szankciók fognak jönni, mint amilyen a jövedéki adóztatás. És az a része biztos, hogy nem fog sehol sem enyhülni, hogy a dohányosokat és a vépelőket egy kalap alá veszik a tiltások terén. Ez is szinte biztos abból, amit most lehet látni. Nem tudom, Krisztián, te hogy látod? Én más vonalon gondolkoztam, hogy próbáltam összeszedni a fejembe, hogy mik zajlanak, és miben, nem is miben reménykedhetünk, hanem hogy milyen utakat fogunk még bejárni. Hát az egyik, a legegyszerűbb ugye alkotmánybíróságon lenne megfogni az egész holmit, amit a Szávai István jobbikos halelnök úr kezdeményezett. Ezt mondta is még decemberben is, hogy február előtt ezügyben semmit ne várjunk. Én a múlt héten óvatosan megérdeklődtem nála is, meg Heringes Anitánál az MSZP oldalán, hogy lehet-e már látni valamit, hogy formálódik-e, alakul-e valamerre ez az ellenzéki együttműködés. Nem kaptam még választ, de mondom, ez ki is lett emelve még decemberben, amikor ez az egész elkezdődött, hogy február előtt ennek nem nagyon lesz folyamánya. Ha sikerül, akkor ugye ott lesz az alkotmánybírósági normakontroll kérése, utólagos normakontroll kérés. Ha arra az alkotmánybíróság azt mondja, hogy igen, ez gáz, akkor a törvénymódosítás az megy az egészbe, és innentől kezdve igazándiból egy ilyen baromi nagy rollback az egészen. Ez lenne a legjobb, hogyha ez megtörténne, mert ez lenullázná az egész őrületet. A másik van, ez pont valamelyik este futtattam végig így a fejembe, hogy mik így a lépések májusig. Ha ez nem jön össze valami jobból kifolyólag, vagy nem sikerül beadni a normakontroll kérelmet, vagy úgy dönt az alkotmánybíróság, hogy már pedig szerinte ez rendben van, akkor lehet menni az Európai Bíróságra, illetve az Európai Bizottsághoz be lehet ebben a témában adni egy petíciót. Pont a minap kaptam a Bárány Miklóstól egy videót ebben a témában. Más kapcsán itt a ma napjainkban zajló terrorveszélyre hivatkozós alkotmány átírás és mindenféle alkotmányos jogok korlátozása kapcsán nyilatkozott az ATV-ben egy alkotmányjogász úriember, és ő mondott olyan mondatokat ilyen alkotmányos jogi problémák kapcsán, ami a mi helyzetünkre is ráhúzható, hogy hogyan lehet az EU felé prezentálni ezt a dolgot, akár tömegesen. Tehát, hogyha a saját alkotmánybíróságunk nem véd meg minket, akkor irány az EU, de persze, ahogy ezt mindig elmondom, most is elmondom, hogy itt innentől kezdve akkor évekről van szó kb. Mire itt bármi történik. Az Európai Bizottsági Petíció, amiben én nem bízom, mert még annak idején 2012-ben a nikotinos petícióm kapcsán, ha emlékeztek rá, beadtam egy petíciót a Szócskáék eljárása ellen, és visszadobták a petíciómat, illetve lezárták arra történő hivatkozással, hogy ők megkérdezték az érintett intézményt, ahonnan azt a választ kapták, hogy Magyarországon 4 mg per milliliteres nikotintartalom fölött gyógyszernek minősült törvény szerint a nikotin, és innentől kezdve azt mondták, hogy nem állják meg a helyüket a felvetéseim. Na most mindannyian tudjuk, hogy ilyen törvény soha nem létezett. Tehát az Európai Bizottság úgy járt el a petíció keretén belül, hogy fölhívta az inkriminált intézményt, vagy írtak nekik egy levelet, akik hazudtak egy kurva nagyot, ezt az Európai Bizottság pedig elfogadta, és innentől ez a vége volt. Szóval sima mezei Európai Bizottsági petícióban én ezek után nem annyira bízom, hogy kellő alapossággal és körültekintéssel végeznék a dolgokat.
Mindazonáltal az is egy út, illetve ott van az Európai Bírósági másik vonal, ahol akár csoportosan is megtámadhatjuk ezt az egész kódszerát. A másik, ami zajlik jelenleg a legjobb, nem a legjobb, hanem másik nagyon jó lenne egy kicsit a nyilvánosság szemét fölnyitni arra, hogy miféle visszásságok történnek törvényalkotás megelőzés ügyében, és miféle hazugságok zajlanak az egészségügyi háttérintézményekbe. Erről szólna ugye a közérdekű bejelentés és a közérdekű adatigénylések, de ezek is rettentő lassan csordogálnak a maguk bürokratikus útján. És ha ott sikerül valami gyöngyszemre akadnunk, akkor talán össze lehet szedni egy olyan oknyomozó anyagot, amit már talán a sajtót is érdekelheti, és talán nálunk jobban hozzáértő emberek is elkezdik kapirgálni, hogy itt mi az Isten történt. Ugye, ahogy a ma elhangzott brit hírek kapcsán, hogy ott működik ez a közérdekű adatigénylés dolog, és igenis lehet előásni szemetet ezzel, ennek a segítségével az érintett ludditákról, hogy én ebben bízom még, hogy ez majd vagy most a hatósági szakaszában, vagy ha abban nem, akkor a bírósági szakaszában később kötelezik az intézményeket, hogy igenis adják ki, már ha nem semmisítik meg addig az adatokat, de igazándiból akkor meg az is elég ciki lesz, hogyha nem lesz. Persze kiadjuk, és így megjelennek üres kézzel, az nagyon szépen mutatja azt, hogy ezzel sem jönnek ki jól belőle. Szóval ezt így egyrészt a közvélemény informálását, meg így a lepellerántását én fontosnak tartom. Nyilván ez önmagában még nem oldana meg semmit, de etikai szempontból nagyon durván meg lehetne fogni az egész eljárást és az egész disznóbagást, aki ezt elkövette. Hú, kihagytam valamit? Nem, sőt, túlbőlére eresztetted. Jó, bocsánat, tényleg ezek olvasói kérdések. Szóval én most ezt a három dolgot látom. Pont. De még lehet, hogy pont. Pont. A legfontosabb, lehet, hogy tévedek, de úgy tudom, hogy a kijelölt helyen való dohányzás élő dolog. Tévedsz, nem élő. Tévedsz, nem élő dolog. Május 20. Tehát, hogyha valaki erre hivatkozva akar téged odazavarni a dohányosok közé, akkor természetesen előkaphatod a rózsaszín szájpecket és a faszkorbácsot. Amit még én egyébként fontosnak tartanék elmondani, hogy május 20-21-ére és még lehet, hogy 22-ére is tervezünk egy konferenciát, ahol ami gyakorlatilag Magyarország első... És lehet, hogy tetszik. Utolsó? Nem. Tehát Magyarország első ilyen vépkonja lenne, Vaper konferenciája. Még azon gondolkozunk, hogy ez 13-14 legyen, tehát hogy a hatályba lépés előtt, vagy pont a hatályba lépéskor 20-21. Ez a két hétvége van nagyon közel a május 20-ai dátumhoz. Szerintem előtte legyen, ne az legyen, hogy elmegyünk, és aztán nem gőzölhetünk. Akkor 13-14, és ezt egy tényleg egy konferencia helyen, előadásokkal és mindenféle földi jóval megfűszerezve, figyelve arra, hogy itt mindenki tudja mindenkivel beszélgetni, ismerkedni, illetve akkor persze hülye vagyok, 13-14 lesz valószínűleg a dátum, mert ugye még azt is terveztük, hogy amennyiben nem lesz hosszabbítás, vagy moratórium, vagy bármi, a magyarországi kereskedőnek szeretnénk még egy ilyen utolsó esélyt adni arra, hogy a készleteiket csökkenteni tudják jutányos áron, de nem online értékesítéssel, hanem minta utáni értékesítéssel a helyszínen. Hát ennyi az, ami még belefér. Nyilván folyamatosan próbálunk közben okoskodni azon, hogy hol, kit, mikor tudunk megtalálni. Én
a Krisztián által felsoroltakból egyébként a Norma Kontrollban bízom a leginkább, hogy ott történhet egy olyan állásfoglalás, ami valamelyik részét ezeknek az ordas dolgoknak megbillenti. Megvan, mit felejtettem ki, bocsánat, Norma Kontroll, igen. Tehát onnantól kezdve, hogy érvénybe lép a törvény, már megvalósul a jogsérelmünk, addig nem. És onnantól kezdve mi hétköznapi halandók is élhetünk alkotmányjogi panasszal. Tehát május 20-a után, hogyha az ellenzéki megközelítés nem ér célt, május 20-a után mi is tehetünk már alkotmányjogi panaszt. Igen, abban az esetben, hogyha az odáig tartó összes lépcsőt végigjártuk. Hát szerintem még igen, eléggé. Jó, csak mert az uniós panaszt is akkor fogadják el, hogyha kimerítetted azokat a lehetőségeket az adott országban, amit a jog neked biztosít. Nem. Az alkotmányjogi panasz az valahogy másképp van. Tehát akkor megy föl egészen az alkotmánybíróságig, a minden utat kimerítesz, hogyha van egy peres ügyet. Tehát például, ha mi beperelnénk a magyar államot normálisan az ügyészségen vagy a bíróságon, beadnánk egy ami keresztül. Még megtörténhet, igen. Ami akár még ez is egy alternatív szál, igen. És hogyha az végig ketyek föl, és utána megy, akkor merítjük ide. Alapvetően nekünk alkotmányos jogunk, hogy amennyiben olyan törvény van, amivel nekünk bármilyen jogaink csorbulnak, akkor közvetlen alkotmány bírósági panasszal élhessünk. Úgyhogy azt megolvasom még egyszer, de a jogszabály meg az alaptörvény olvasatában nekem az eset le ebből, hogy ott nem kell végigjárni az egész kódszerát, hanem közvetlen panasszal lehet élni. Tehát ez ugyanaz, mint amit elvettek tőlünk, ugye az utólagos normakontrollt, hogyha Áder nem küldi normakontrollra, ez ugyanaz, csak azt már azelőtt meg lehet tenni, hogy hatályos lenne a törvény, míg ez a másik, ez csak onnantól kezdve, hogyha életbe lép. Tehát csak utólag mergődhetünk. Ennyi. Reméljük, Tamást kielégítettük ilyen szinten. Miklós, de ilyen biztos. Vagy Miklós, bocsánat. És picit visszafűznék a mi történt ma veletekkel, illetve a héten veletekkel, és Lackó Attila nagyon jól összefoglalta a dolgokat, és Mujót meg fogom fedni a végén, megtudjátok, hogy miért. Mert azt mondja Lackó Attila, hogy ha a taxisok elérnek bármit az Uber ellen, akkor lehet, hogy mi szarul állunk az ECG szabályozás elleni tüntetésekhez a kezdetektől fogva. Lehet, hogy ebben az országban tényleg csak akkor éri meg valaki, hogy akkor érti meg valaki, amit mondani akarsz, ha belevered a buta fejébe. Amit a taxisok csinálnak, vagy inkább ahogy csinálják, az vicc. A petíciójuk sem az a választékosan megfogalmazott költemény, aki esetleg nem olvasta. Hosszújjal írták a virkákat. Azt mondja, kiállunk a törvényben garantált jogainkért, és követeljük a jogtalan állapotok azonnali megszüntetését. Követeljük az Uber és a többi illegális személyszállító azonnali betiltását. Követeljük a büntetések azonnali kiszabását az összes említett vállalkozásra és azok szereplőire, sofőrök. Követeljük az Uber alkalmazás azonnali kikapcsolását. Zárójel, oldják meg és kész. Követeljük a legális taxisokkal kapcsolatos elvárások normalizását, célunk Tarlós István főpolgármesterrel megértetni a jelen állapotok tarthatatlanságát, célunk országunk vezetőinek a figyelmeztetése, hogy nem vagyunk birkák. A helyzet, és nem is birkák, hanem juhok. Juhok, igen. A helyzet megoldásának kitalálása, módja és kivitelezése nem feladatunk. Tehát értem, tehát parasztlázadni lehet, de majd ti megoldjátok. Ja. Az érdekvédőink nem védenek, hanem taposnak rajtunk, a fuvarszervezők is. Nem politikusok vagyunk, hanem taxisok, mi az utcán vagyunk. Jók, de ott nagyon. Akik meg létrehozták ezt az egész szarhelyzet, ez le van írva, basszátok meg. Az egész szarhelyzetet Tarlós, Közgyűlés, Orbán, BKK, Metál, mi ez a Metál, nem tudom. Metál. A Taxis Szövetség valaki. Ja, megijedtem, hogy már ezért is Bruce Dickinson. Ezért is Bruce Dickinson a hibás. Metál, ördögvilla. Putyin, Obama, Merkel, Netanyahu, stb. Mit érdekel minket, hogy kicsoda, nagyon gyorsan kezdjenek kapkodni, hogy helyrehozzák. Basszátok meg, ez komoly. Nagyon édes. Kerüljön.
Ennek ellenére nagy összegbe fogadnék rá, hogy ezek a tulkok elérik a céljukat pusztán kurva anyázással és hőbörgéssel és egy párnapos útlezárással. És erre akartam ráfűzni. Krisztián, én téged közösségileg mindenki által utállak, te túl intellektuális vagy ezekhez, bazd meg. Le kellett volna, egy olyan embert kellett volna találnunk, aki a szintjükön mozog. Nem egy ilyet, mert te, amit mondasz, meg se értik. De ha így leírtad volna, hogy engedjék, hogy elektromos cig... Hogy azt mondja, hogy hol van, oldják meg és kész. Hát ennyi, bazd meg. Így kell kérni. Oldják meg és kész. Kapcsolják ki az Uber alkalmazást, szedessétek le, bazd meg az iTunes-ból, meg a Google Play-ből. Oldjátok meg. Meg bazd meg, le van írva, hogy akik meg létrehozták ezt az egész szar, ezt kellett volna csak leírnunk, bazd meg. Aki létrehozta az egész szar helyzetet, odaírni. Ludditák, és a többi, és a többi. Nagyon gyorsan kezdjenek el kapkodni, hogy helyrehozzák. És ennyivel el van intézve. Krisztián, a következő adatigénylésbe bazd megolni kell. És a végére odaírni, hogy te meg ki a faszom vagy, hogy ekkora nagy király vagy. A taxis tüntetés explicit tartalom vagyunk, nem egyébként, de a taxis tüntetés kapcsán elhangzott egy olyan mondat, amin utána 3 napig gondolkoztam. Valamelyik taxis azt mondta az Uberesnek, megbaszom a gecidet. Itt szerintem a gecidet, ez tudod, egy ilyen töltelék szó, hogy az autódat, a telefonodat, az anyádat, megbaszom a gecidet. De egyébként ez is, tehát ez a azért azt tegyük tisztába, hogy ezek nem ezek inkább a magánvállalkozók, akik oda kimentek hőbörögni, és bazd meg, hogy mint a Fradi meccsen körbefogják az embert, mert ott látom a telefon van nála, meg hátul ül egy ember, ez Uberes, ablakot, húzd le te köcsök, és megrúgdossák az autót. Hát bazd meg, kiszállni, eltörni a lábát, hallod, az gondolkozzon utána, hogy mi a faszomat rúgdoss. De hogy ezeket nem vitték halomra el a picsába a rendőr. Ezek, frankó mondom, rohadt csürhék, bazd meg. Hallod, mikor a izé volt Porondon, hogy emeljük a kötelező normákat, a kilométer díj, meg minden, akkor mindenki kussott, akkor jó volt. Most meg, hű, bazd meg, drágább vagyok, mint egy versenytárs, egy szolgáltató. Tiltsák be! Nem érdekel, hogyan? Tiltsák be! Elmennek az anyjukba, eddig sem nagyon ültem taxiba, de bazd meg, volt, mikor kihozattam magam, és tudod, mikor ez már nem Budapest, megnyomom a gombot, oda visszaszámol ilyenkor, és akkor 8000 forintért visz haza, bazd meg a nyugati térről, azért az úgy frusztrál. Most megnéztem, az Uber kihoz 3003-ért. Tehát én azt nem értem egyébként, hogy ha ennyire gáz nekik az Uber, akkor tessék, uraim, lehet vagy átülni Uberesnek, vagy fejlesztenek ők is egy ilyen applikációt, amivel az utas odahívhatja, értékelheti, előre tudja, hogy mennyi a viteldíj, nincs himi-humi, mert a navigáció tervez, érted? Tehát azt nem. Tehát hiéna úrnak az nem megy. Az nem lesz fasza, mert nem lehet. De egyébként lehet, ez egyébként nem baj, tehát hogy mindenféle szakmai... kvalitás nélkül van egy sárga autója. Én hiszem, hogy milliókat kell rá költeni, hogy taxizhasson, de hát ne álljon kurvának, vagy ha kurvának áll, ne csodálkozzon, ha megbasszák. Tehát akkor menjen el dolgozni a gyárba 8-tól 5-ig, vagy fejlesszen Pythonban programkódot, jaj, az nem megy neki. Hát akkor taxizzon. De ezek után már mi lesz, hogyha fölveszek én egy stoppost, érted, akkor oda jöhet egy taxis, azt elszámoltathat, hogy aki hátul ül, az fizet nekem, vagy nem, meg vagy tudod, biztos, hallod, hogy... Ezt tudod, hol lett el kurva? Vagy azt hitték, hogy ez majd az lesz, mint ami volt a 90-es években. Nem. Csak egy a nem, baj, nem, hogy akkor nem. Ha visszaemlékeztek, a benzinár emelés miatt volt, ami meg kurvára mindenkit érintett, mert attól még a zsömléd is drágább lett. De itt meg arról van szó, hogy nekik most úgy diszkomfort érzetük van. Én ezt nem tetszik nekik, hogy az evolúció létrehozott egy természetes ellenfelet. Én egyébként kurvára vártam az Ubert is. Én jelentkeztem sofőrnek is egyébként, csak utána, mikor belengedték ezt, hogy így nav, meg úgy a kurva anyja, meg hogy lesz. Meg ott a tulajdonosi kör is zavaros, hogy van, meg Holland Antillákra, meg az anyám kínjába, hogy utalnak. Mint végfelhasználó,
Kurva jó ötlet. Bazd meg, látom az autót, hol jön értem, mikor jön értem, milyen autó, kivezeti, értékelem, anyám kínja, nem fizettek készpénzben, megnyomom a telefont, levonja a kártyámról. És írták is, hogy ezzel nem lehet szarul keresni. Tehát ilyen 2 kilót simán meg tudsz keresni egy hónapba vele. Ha azt meg tudják másik országban oldani, hogy abban a pillanatban, ahogy te rányomsz arra, hogy bennülök az Uber autóban, indul a fuvar, abban a pillanatban megy az értesítés a helyi adóhatóságnak is, akkor bazd meg, akkor nem azt kell mondani, hogy szar az Uber, hanem kusztomizálják ezt a magyar piacra. Hogy már pedig én ezt le is jelenteném egyébként. Tehát, hogyha lenne egy olyan bevételi forrásom, hogy mit tudom is én, hetente, 2 nap, pár órát autókázok a városba, azt még pénzt is kereshetek vele, én le is adóznám. De hogy itt most ilyen több 100 000 forintos bírságokról beszélnek, meg könyörgöm, jönnek itt ezzel, hogy mert hogy az ilyen, mit tudom is én, milyen engedély, meg hogy pávvizsga, meg az anyám kínja, hát és ride-sharing, meg egyéb, akkor tiltsuk be a couchsurfinget is, mert hát az meg az én fotelem, amiben belefekszik a vendég, lehet, hogy bolhás vagy, szóval. És ezért kúrják egyébként az Airbnb-t is, ezért kúrják az Uber-t is, alapvetően tetves jó modell. Igen, és jól működik. De Londonban is, érted, van taxi, van, minek hívják azt, mi? Cab? Hát ott a cab a taxi. Nem, van, ami nem taxi. Ja, arra gondolsz, ami olyan, hát ilyen, hát Amerikában van ilyen, van a sárga taxi. Minicab. Vannak a cabek, igen. Így van, és van az Uber. És az meg senki nem pofázik. Hát aki a minikebbel akar menni, Ne. Angliában pofáztak, és elkasszálták a taxisokat. Ott elkenték a szájukat, csak szólok. Ja. Jó, de... Mi lett belőle? A taxisok is fejlesztettek maguknak appokat. Mondjuk az én telefonomon is egy helyi taxitársaságnak az appja. Ugyanígy beütöm, mikor akarok menni, honnan, hova. Megmondja, hogy mennyibe fog kerülni. Igaz, KP-ba fizetek a sofőrnek, de nincs izém, mismásolás, meg jaj, főnök, meg... Jaj. Alapvetően ott van... Arról van szó, hogy van az Uber, aminek van egy jóval vékonyabb üzleti modellje, mert nem kell iszonyat vízfejet eltartani a diszpécser hálózat meg egyebek szerepében, és van egy modern kor igényeire választ adó infrastruktúrája és alkalmazása. És egy csomó olyan problémát megold, amit a taxisok nem. Tehát ez a húzza a száját, amikor a kártyával akarsz fizetni, mert nem fog jattot kapni, a diszpécser azt mondja, hogy 15 perc múlva ott van, vagy nem jön, vagy amivel én találkoztam a múltkor, hogy kijövünk a koncertről, a Gödörből a Király utcában, ott van az út szélén világító szabad jelzéssel a taxi, kinyitom az ajtót, és mondom neki, hogy a Dózsa György útra mennék, és közli velem, hogy oda nem. Ez mégis hogy? Tehát ezek a prostúságok, az állandó, hogy hívják, a KP-val fizetés miatti külföldi átbaszások. Tehát tényleg úgy csinálnak, minthogyha ők tennének szívességet a világnak, hogy léteznek. És erre jön az Uber, egy teljesen tiszta, kerek, gyors, praktikus megoldás kínál erre a dologra, és nem tetszik nekik. És itt verik a nyálukat, azért kéne verni a nyálukat, hogy az ő taxitársaságuk miért nem tudja biztosítani ugyanezeket a működési körülményeket, hogy vonzóak legyenek. Nem vonzó a taxizás, egyáltalán nem. Teljesen kiszámíthatatlan őskövület. Hát könyörgöm, nőjetek föl. Oldják nem meg csinálnak, kész. Az Uberesekre fújnak, mintha azok aztán tehetnének bármiről. Tegnap mentem egyébként 2-szer Uberrel, és beszélgettem a sofőrrel, és aki visszafele hozott sofőr, ő a rádiónál is dolgozik. És pont a Sors Fintorral, hogy interjút kellett csinálnia a mérgelődő taxisokkal. És mondta, hogy annyira durva, hogy az esett le, hogy azt se tudják, hogy mi az az Uber, fogalmuk nincsen róla. A másik ilyen, hogy a figura, akit kérdezett, azon verte a nyálát, hogy ő annyira visszaesett a forgalma, hogy nem tudta befizetni a gázszámlát. Aztán egy kicsit kérdezgette még, és kiderült, hogy az meg a harmadik lakásában nem tudta befizetni a gázszámlát, és igazából az a fő problémája, hogy a havi 500 000 helyett már csak havi 300 000-et keres meg.
És akkor nézzünk ki az ablakon, és keressünk egy-két nővérkét a kórházból, hogy ő hogy érzi ezt a problémát, együtt tud-e érezni vele. A másik, amit viszont nem tudtam, és ez baromi érdekes, hogy ahhoz, hogy Magyarországon taxi is legyél, és taxit vezethessél, nem kell erkölcsi bizonyítvány. Semmiféle ilyen dolog nem kell. Ezzel szemben például az Ubernél nem lehet sofőr, hogyha nincsen bemutatott erkölcsi bizonyítványod. Ennyi. Hát ez gáz. Mondjuk ezt nem értem. Pálhoz viszont kell taxihoz. A taxihoz, csak. Igen. Igen, tehát ha egyensúlyérzékek van, de büntetett előéletünk szarházi, vagy akkor semmi gond. Ez csúcsba ezzel. Na mindegy, igen. Szóval így. Megkaszmatolja a mikrofonna. Fifika. Mi? Mit mondtál, Sárgy? Semmi, kaszmatolt itt Fifika a mikrofonna. A mikrofonján. Na jó van. Annyit szeretnék még kérni, már majdnem 2,5 óránál járunk, hogy zárjuk be a riglit, hogy előtte annyit hadd kérjek, hogy kicsit nyomjuk már meg az iTunes értékeléseket, tehát akinek van iTunes accountja, az értékeljen csillaggal, szöveggel, akinek nincs, annak meg biztos van más megoldás, hogy ezt értékelje, majd valami androidos gőzlér nézzen már utána, hogy hol lehet ezt akkor hogyan értékelni, mert akkor az előrébb visz minket a találati listában is, és olyanok is megismerhetik a gőzlesztő fogalmát, akik eddig nem is tudták, hogy ilyenjük van, nem porlaszt, gőzleszt. És akkor még az adás címet szüljük meg. Ó, Istenem. Juhok. Ja, én inkább erre azt mondom, erre tényleg az, hogy birkák. Birkák. Álmodnak az androidok elektronikus bárányokkal. Vagy elektronikus villanypásztorral. Miről álmodik a villanypásztor, igen? A villanypásztor leszokásról álmodik. Hát a villanypásztor nem segít a leszokásban. Legyen az. Hogy a villanypásztor nem segít a leszokásban? Zsír. Ellentétben a végbélkúppal. Akkor már tegyük bele a juhot is valahogy, legyen a villanyjuhász. Jó van, fiúk. Örülök, hogy itt voltatok. Blacky, hogy direkt ezért elcserélted az asszonnyal a műszakodat. Respekt. Nem kell mentegetőzni, tudjuk, hogy erről van szó. Respekt. Jó, örülök, hogy itt voltatok. Sziasztok. Sziasztok. Egy élmény volt, sziasztok! Úgy 2,5 óra után milyen fáradt hangja van mindenkinek. Köszi, sziasztok!